Csá, szevasztok előre is. Rég voltunk már Daisy nélkül. Úgyhogy remélem mindenki örül egy kis változásnak. Uha, van rádió. Zenét is nyomhatunk rajta. Ezt tudtam volna, akkor így kezdődik a stream. Eltakadok képetre. Akkor most meg. Még egyszer szavaz. Na, hát be is megyek, mert itt lesz Felikénk. És ha minden igaz, akkor majd Borc is jön. Ó, kiléptem minden. Na, cső, szavaz. Szavaztok. Sikerült elindítanod a fazmafóbot? Igen, igen, itt vagyok már bent a menüben. Üdv újra! Fejlődési rendszer teljes átdolgozása miatt, illetve az előző szintet felszerűen nulláztunk. Igen, amikor készen állsz, haladj a következő. Nagyon jó. Ezt nézted egyébként? Most lett valami újítás benne? Micsoda? Hallod, ilyen brutálisan megváltozott minden. Teljesen mások lesznek az eszközök, és az eszközöknek a hatásai is. Azt nem tudom pontos, hogy mi lesz. Gratulálunk, feloldod a következő testre szabás színek, lehetőségek, hátterek, mik ezek. Hú, te jól néz ki, hú, beszarsz, geci, na mindegy. Elfogadás után soha többet nem tudsz kitűzőt cserélni. Ne baj. Szevasz, Peti. Hát elvileg az alap cuccoknak is teljesen más lesz a mi az istenje? A tehendője, vagy nem is tudom mit. Uh-huh. Na várjál. Kreditpénz, Pető is elvileg jönni fogsz? Fedezd fel egy... Ja, ez még csak az előjáték. Connection. Na várjál, ez nem így kéne. Várószoba készítése. Privát. Petőke, ha itt vagy, légy, írd be, hogy szeretné jönni. Gyerekek, 980-an vagyunk. Már a követőkből nem összesen az durva lenne. Tudom, ennyire meglódultál. 980 ember. Magömlésem lenne, hogy most 98-on néznének. Preferált nyelv, igen, és akkor a Pető itt vagy, akkor válaszolj, hogy akarsz jönni, vagy nem, mert akkor úgy csinálom a szobát. Még most, de még most Borci se jön, csak azért mondom, hogy akkor megcsinálom ezt. Le kell tölteni? Nem baj. Jó. Várószobát készítettünk. Megint be? Nem, mondanom kell egy számot, de aki bejön a szobába, azt nyakon baszom. Vagy várjál csak? Nem is kell. Discordon át tudom neked másolni. És akkor azt írd be. Tudom, most aki nagyon figyelmes volt, az fogja látni a kódot, de lefossom, azt kibaszom a gecibe, aki nincs. Válasz megbízás. Szavazz egy megbízásra a baloldali táblán, döntetlen esetén a megszavazott pályák közel egy random megbízás van. Jó, oké, nehézség. Hát haladó, hát nem vagyunk buzik. Alapszellemvadász. Hú, itt van egy nagy kopasz geci előttem. Tapasztalt szellemvadász. Kezdő. Jó, akkor a alap az jó lesz, nem? Ja, szerintem elsőnek kell jó lesz. Azt a figyeld, azt a boxos képet. Ez, te nem vagy fiam. Persze. Te nem a fiam vagyok. Várjál, csináljuk úgy, hogy ha rámész a menüképre, akkor ott van a fényképem alatt egy csúszka, azt húz le nullára, hogy nem kell szerintem mikrofon, nem? Megvan, nem kell. Annyi lesz, hogyha meghalsz, akkor lenémítod magad a Discordon, az hello. Jó, Adam. Várja, mi van? Ja, itt vannak. Azt nem tudom, hogy pálya. Ezt akartam kérdezni, hogy van új map is? Ne, azt nem tudom.
azt tudom, hogy az alap cuccok, mondom, nagyon megváltoztak elvileg. Tehát, hogy nem játszottam vele, csak néztem másoknak a streamjét, és abban mondták, hogy konkrétan teljesen megváltozottam már a... Már ez az EMF mérő is teljesen mást mutat elvileg, nem azt mutatja, hogy érzékelhető a szellemjárás, hanem konkrétan abban a helységben van a szellemjárás. Tehát valamilyen, nem tudom, tehát az a baj, nem néztem utána. Börtön az biztos nem lesz. Jó lesz ez a Tanglewood a kezdő, nem? Ha gondolod, akkor vagy kipipálod, vagy nem, akkor nyomda, kész vagyok. Ja, várjál. Venni még nem vettünk semmit. Nulla a pénzünk. Zseblámpa van. Nézd csak meg. Már hogyha bemész a boltba, már a másodikat már föl se ismer az EMF mérő. Tökre máshogy néz ki. Tényleg. Ez egy EMF mérő, ami többféle üzemmóddal rendelkezik. A levegőben lévő különböző interferenciák átvizsgálása sajnos már elég régi, és csak az egyik mód működik, de szerencsére pontosan szüksége van a paranormális olvasáshoz. Vizsgálj meg mindent, hát le tudsz olvasni valami jelet. Micsoda? Kapcsolod be az EMF mérőt, és vizsgálj meg mindent, hát le tudsz olvasni valami jelet. Mi az, hogy le tudsz olvasni kívánok. Jelet? Szabad jó estét, jó estét. Mi az, hogy le tudsz olvasni? Ez a pusi talkos szoba ez itt. Ja, neked? Nektek is pusi talkos? Várjatok, ha följebb megyünk, az is az lesz, földoblak, várjatok. Megkeseríti a lélek. Bocsi. Mikrofon ez is pusi talkos? Aha, pusi talkos. Ja. Szia, akkor Feli úr! Hello, hello! Akkor még egyet dobok rajta, a bocsánat. Akkor majd meg kell néznem, hogy akik ezzel a ranggal vannak, hogy azoknak ne legyen pustitalkos. Nézted egyébként, Borci? Már cső, szevasztok oda is. Jó, hogy, amúgy lehet, Márcsi, húzzál vissza minket amúgy oda, légy szépen. Rá kell tárgy pustitalkra, úgyhogy lehet, hogy csak az volt a baj. Az előző szobában lehet ott is működik. Egy, kettő. Aha, akkor itt is megy már. Itt is jó volt. Akkor megy itt? Most jó, né. Jó, azért, mert hogy... Itt most működik. Ja, de mondjuk itt most senki közösködőben vagyunk, nem tudom, hogy miért van így elcsúszva. Rossz dolgot húzogatsz azért. Igen, össze-vissza húzogatok mindent. Mindegy, na, jó. Na uraim, nekem az a helyzet, hogy van 22 giga, amit le kell töltenem. Jó, nem baj, mi addig megyünk. Egy nagy kérdésem van tőled, Borci, hogy játszottál már ezzel a 2.0-as update után, vagy update-tal? Hát olyan 22 giga, amit frissítek, gondolom, nem. Jó, csak azért, mert hogy elvileg nagyon sok minden mérő megváltozott, mint tulajdonságilag, meg minden mással, tehát hogy nem ugyanazt mérik, mint régen, meg nem ugyanúgy néznek ki. Hát még most nézem. Bocs, hogy beleszorok, most nézem, hogy itt az EMF mérő, ahol olvasgatjuk, hogy mi mit csinál, itt ebben van több szintű. Igen, itt van, ott három egyes, szint van. Egyes, kettes, hármos. Bizony. Szóval a kettes az, ami eddig működött nekünk, és utána azon fölül van még egy durvább. Igen, az már lehet, hogy már mutatja is a szobákat. Jött, hogy osztag egyedi készítés között sokkal többre képes, mint az EMF mérő. Hatótáv mindenkire megjelenít. Irányjelzés is mutat, hogy hol van a szellem. Na, az durva. És akkor várjál már minden cucc egyébként. Változott kinézetileg, vagy... Nem mindegyik, de mondjuk hőmérő is egy kicsit másabb, a füzet is, változgattak azért a kinézetek. Egyébként már nem van a negyede. Na. Megvárjunk. Jön szépen lassan. Megvárjunk, vagy menjetek mi egyet? Menjünk, hagyd sikuljít az a negyete. Most azt írja, hogy 19 perc mérő leszedik, de... Jó. Már csak 18 például. Mindjárt nézzük, hogy... Ja, és mondtam, hogy húzzuk le a hangot. Tehát, hogy használjuk a Discordot, ha meg meghalsz, akkor lenémítod magad, aztán annyi. In-game tudom most már beszélni, megcsináltam. Akarjátok full in-game beszélni, mert... Kipróbáljuk a full in-game? Amúgy kora úgy volt, nem? Vagy nem ezzel volt úgy? Én már nem emlékszem rá. Tőle megpróbáljuk, lehet, hogy hangulatosabb, nekem 8. Hát a hang biztos, hogy jobban befosunk, nem? Hát ott biztos jobban befosunk, nem halljuk egymást. Na várjátok, akkor meg kell nézem egyáltalán jól nálam, mert nálam is. Még ez a fos mi van. Mi ez a Feri király? Hogy mennek az RP? Várjál, bátya.
De hogy megy valaki semmi? Megkövetett. Telenor 98765. Köszönöm szépen a követést. Az, hogy lekorlátozza, hát, mint a rohadás. Úgy, hogy nem játszottam már, vagy három. Igen. Kurva nagy a hatalma, mi? Hát nem, nem is csak az asszonyos munkahelyet váltottam, meg nyaralgatni voltam, akkor utána már egy-két napot nem játszottam, de utána megfáztam, utána most megint megfáztam. De várjál, Feri, most Feri, a Borci nem a RP-re mondta, hogy nagy a hatalma, hanem az asszony. Ja, az asszonynak, az így van, az így van. Hát nem is feltétlenül az asszonynak, hanem annak a részeinek, aminek csak neki van. Hát az persze, nagy hatalma van. Vagy amit ő tud adni. Igen. Igen, igen. Na akkor gyere, némítsuk le magunkat, és próbáljuk. Nagyba kölcsözünk szét, az az L. Az asszonya. Mármint pont, hogy L, mert én ugye még nem az asszonya lakok. Mi a helyzet? Minden jó, Telenor. Jó lesz az estében, látom. Aztán... Várjátok még mielőtt közbe csapok, hogy nem jó, hogyha az ingémet használjuk, mert addig, míg a Borci nem jön be a szobába, addig ő le lesz, akkor némit van. Én nem úgy sem gondoltam, hogy ezt a 17 percet, amit most kiír, addig elmeg. Nézzéketek van videót többiekkel, aztán majd ha kész, hogy kírok, az jövök. Jó. Jó. Meg 17 perc alatt letekertek egy kört, nem? Simán, szerintem 2 perc alatt meg fogunk baszódni. Szerintem elhalunk egyről. Na, akkor némíts egyet fel, és akkor nézzük, hogy... Jó, én is addig. Oké. Okay. Melyik gomb volt az? Hallasz? Dallasz? Fú, váltok, azt tudom, melyik a gomb. Hang. Hangerő. Aj, már megint ez a szar gombnyomással. Várjatok, mi a... Hátra, előre, googolás, zseblámpa, naplul, lokális beszéd, globális. Caplox meg az X, jó, mindjárt nézzük. A hangot azt visszaveszem, az rohadt hangosi. Hallasz, Ferikém? Bólogass és nézzél rám. De ha letérdelve csinálod, akkor még szexis is. Ez volt a közeli. Hogy a faszba kell beszélni? Így, hogy most ez nagyon jól csinál. X, vagy nem, nekem, és elvileg a két fajta van, tudom. Várjál, de visszahallom magam. Azért, mert nyomtam én is. Ja, jó van. Szóval, akkor így beszélek és... Igen, de tudod, van a lokális, meg a globális is. Nézd meg, melyik egyik közelre van, a másik meg távolra. Ez a távoli elvileg. Hallasz így is? Így is hallasz? Halló? 1-2-3? Akkor a másikkal nem hallasz, mert próbálgattam a lokálist. Most hallasz? Most hallak, igen. És most hallasz? De a B betűssel nem hallak. Mindegy, majd lehet, hogy ez csak bent a pályán van, amikor nálunk van a rádió. Na, pipálj egyet, aztán menjünk. Jaj, ment már pipa. Ja, nem. Tehát akkor haladó nehézségbe fogunk menni. Hát az alapcuccaink vannak, az sem. Minden itt kezdődött. Azt a nagy boxos bukszaszád. Na hát akkor... Na szóval. Egy csoda szép ez az MF mérő, hallod? Meg akarod nézni? Hozok egy lámpát magamnak. Mit hozol, Maestro? Hát egy ilyen kis rádiót, vagy mit? Zseblámpát hoztál magadnak? Vagy csak egy zseblámpánk van? Hát nem hoztam. Hát ez mi? Ezt hozom én a kamerát. Na nézzük akkor. Aztán. Kinek válaszolsz? Bárkinek, jó? Mi a tököm ez a név? Schárne? Straffen? Schárne Straffen. Jó, ezt te fogod akarni. Szállom magam, véletlen megnyomod a izét, mintha üvöltenék.
Pedig most szól ez a rádió elvileg, nem? Nem hallható a rádióm? Ez a távoli. Hallasz? Aha, igen. Jézusom. Az a jó, hogy beraktam ilyen fazmafób alerteket is, csodás lesz majd. Az úgy kurva jó lehet. Csapat átlagos állapota 25. Túl kell érnünk egy paranormális, meg találj EMF mérővel aktivizálás. Menjünk akkor szerintem, ne erőkedjünk itt. Ja. Elvileg a grafikán nem változtattak, úgyhogy... Szevasz, Szabolcs! Köszönöm szépen a követést. Most már átrakom akkor a... túlkamra, hogy nagyobb legyen a fejem. Jövök már, csak képernyőt nem raktam át, hello. Brutális sötét van, azt a büdös kurva élet. Az eddig is ilyen sötét volt? Nem tudom, odaadjam az EMF mérőt, vagy a zseblámpát adjam oda. De van zseblámpa a vállalon. Van lámpa, hoppá, mozog. De már most hogy hívják ott? Hallod? Már most vadászott? Mi volt? Menj már a gecibe. Vadászott most? Mert villogott. Nem tudom, mi a faszom volt. Hát villogott a kép, olyankor vadászik, nem? Hát meg hallottam, hogy... Hát én is hallottam, ez az. És villogott a kép. A vállamon, a labon van egy lámpa? Hát ott van elvileg a válladon egy lámpa. De faszomba kapcsolom fel. Jobb egérgomb. Nem. Na mindegy. Na, én nem osztom be lámpát, úgy néz ki. Én most beszartam egy pillanatra. Ha fut második monitoron a játékom, akkor majd megvárom. Milyen sötét van. Nem látok semmit. Kapcsoljunk, ja, keressük. Keressük meg a atyiekat. Addig becézgesed a... Sarent. Sarenka, itt vagy? Saren. Itt nincsen a kapcsoló. Elfmérő, mozog. Fényképezőt hoztunk? Nem. Van itt csont, csak azért. Vagy belek. Nevet föl, le kéne fotóznunk. Vagy egyáltalán volt. Itt benn nagyon recseg. Itt ötös szint felett van. Itt ötös szint. Várjál, ide, bent így lerakom a kamerát. Nem tudom, hogy kell. Oké. Lecsük a padló. Várjátok, gyere Mice-ról, addig menjünk egy pillanatra. A kurva száját, de idegesítő. Jaj. Ez nagyon szoptatós az a játék, össze kéne hozni ezzel a demóval, demolésén, mert sokkal durvább lenne. Várjál, akkor eldobtam az EMF mérőt. Jó. Nézd, nálam van egy ilyen. Odaadom neked a zseblámpát. Ez olyan, mint amit régen leraktam. Igen. Odaadom a zseblámpát, én elhozom ezt a UV lófaszjancsit, legyen nálad. De fényképezőgépünk nincsen egyébként. Hát... lehet kijebb kellett volna raknom a kamerát, mert nem látsz rendesen.
Figyelj, ha minden igaz, akkor abban a szobában lesz ott, mert ott volt ötös szintű MF, az valahogy be kéne jelölnünk akkor. Jé, mint János. Ötös. Oké, megvan. Most bekarikáztuk a hatyákat, a spiritet, ezt még karikáztuk, hogy az már elvileg lehetne? Ja, meg volt, ahogy hívjákunk is, nézd csak meg. Paranormális esemény. Aha. Gondolom az az volt, amikor villogott a lámpa és vadászott. Aha, szerintem igen. Mi volt ennek a gettinek a neve? Valami lófasz, Sharon. Új lenyomat. Ott van. Hú, azt hittem megbaszott. Nyugi, ne menekülj, jóva mész. Kúrva szert, ki ne menj a lámpával. Nyitogat valamit. Tehát nézd meg ott a kézlenyomat, látod? Pipáljuk be azt is. Oké. Az ultrébolyás genyom az, ugye? Itt vagyok mögötted, mondjad. Mi az ultrébolyás? Jó, van. Az ultrébolyás cuccos, ugye? Igen, az új lenyoma. Ó, nem bírunk ide bebújni? Ez a szopás. De gecik, nem lehet bebújni. Na várjál. Akkor jelöljük meg J betűnél. Hát gondolom az új traibolya. Apa! Még élek. Még élek. Nem sokáig. Vadászás volt, de még élek. Ugye most itt hagytál a szemétláda. Kurvák, vére folyom patagóba. Hol vagy? Én itt vagyok a kocsinál még, de... Halló? Nem hallasz? Halló? Hallasz? Itt vagyok a garázsba. Most már igen, csak lehet, hogy nem a izét nyomtad a rádiót. Lemenekültem a pincébe. Hallasz? Hallak, csak én a másikat nyomtam, úgy látszik, az nem adott hangot. Hova menjünk? Menjünk egy kicsit? Itt hagylak, az nem jó? Mi legyen? Itt hagyhatsz. Várjál, menjünk ki. Elvileg nem volt még 10-es. 25-re le kéne mennünk valahogy. Hát én 59 vagyok, te 66. Na, akkor neked kell bent maradni. De hogy figyeld, most már változik itt kint is. Figyelj, menjünk be, aztán bújjunk el, azt nézzük meg. Van füzetem, majd berakom neki, hogy olvasom, vagy írja. Azt a zöld lámpát, azt miért nem rakod le? Én nem tudom. Bent a garázsba kéne lerakni, hogy a kamera érzékelje. Sean Straffen, oké. Úgyis te tudod a nevét, és akkor mondogass. Ja. Mindjárt beszélek is vele a rádióban. Így nem hallasz egyébként? Így nem hallasz? Így hallak, de? Ez a külső, vagy nem tudom milyen mikrofon. A B betűvel elvileg úgy beszélsz a rádióban, V-vel meg közvetlen. Sean Straffen, can you hear me? Sean Straffen. Jó, itt közös baszáson leszünk. Straffen. Strafika.
Charn, are you here? Are you friendly? Hallod, ez itt az, amire gondolok? Maestro, gyere! Gyere ide! Feri! Ez itt az, amire gondolok? Ez az! Szúrd ki a szemét a gecinek! Nem, nem játszunk veled! Na, ragd lesz a zöld fényt! Csak ez, ez, ez... Hú! Bazd meg, hülye vagy? Halló? Hol van a telefon? Halló? Halló, guten Tag! Where are you? Azt mondják, hogy amikor ezt a zöld gecit lerakom, kapcsoljam le a lámpát, szóval lekapcsoltam. Sean, are you friendly? Hogy már... Nem bírom felvenni ezt a szart. MF mérőt, na mindegy. Ugye itt hagylak egy kicsit, hagyd menjen le... Mit a... Ezt a lila genyót? Az EMF genyót. Ja, azt föltöm én is. Fagy van. Nálam itt fagy van, lehelletem őt. Tudom. Meg felugrott ötösre az EMF. Oké, egy picit kimegyek, itt hagylak, jó? Nagyon szeretlek. Csak hallasz így? Igen. Igen, hallak. Tisztán hallak. Nyugin, semmi vész nincsen, csak 9-es szintű volt a mozgás most. Így nem hallasz? Így hallasz most? Halló, 1-2-3. Így hallasz, Feri? Most hallasz? Halló? Halló? 1-2-1-2. 1-2. 1-2, most se hallasz? Halló? Miért nem hall engemet ebben a rádióban? Halló? Feri, Feri. Feri, Feri, Feri. Feri, 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 Feri. 1-2, 1-2. Volt fagyos hőmérséklet. Feri, gyere ki. Feri. Nem akar semmire se válaszolni. Ott van Feri. Egy kuba. Oh, Feri, Feri. Feri. Igen, láttam. Nem tudsz kijönni? Gyere ki! Gyere ki, Feri! Itt van, látom. Megy utánad. Feri! Tízes vadászik! Feri! Feri! Nem hallok. Ferit megkúrták. Melyik Feri? Hát azt, amelyiket szerintem megbozták, az a Feri. Ó, de nem, még 30-as. Ú, Maestro! Láttam, egy picit kéne bennmaradnod, hallod? 28-on vagy. 25-re, ha lemegy, akkor már király vagy, megvagyunk. Tudom, hogy másikon, másik rádió nem hallatszott téged. Menjél be egy picit még. Csak egy picit, légy, félj meg egy picit, fiam. Tudod, a film elején a négy évek sosem viszik el. Jó apuka vagy, bazd meg, fiam. Fiam. Fiam, mindjárt összeomlik az idegrendszered, menj már be meg egy kicsit. Csak egy megyek, picit. Bassz. De az a baj, az a baj, az a baj, a másik rádiót nem hallod, pedig beszéltem hozzád. Valami én nem hallom, de bemegyek, megnézem meg a hőmérsékletet. Jó, lehet. De nem kell, a hőmérséklet meg volt, állítsd, hogy fagy. Jelöltük, ugye? Igen, és akkor már csak gym van, tehát elvég meg vagyunk, csak a 25-re kéne lemenni, és tökéletesen tele vagyunk. Na,
Elég, ha csak bemész a szekrénybe, elbújsz, kapcsolod le a lámpádat, semmit ne csinálj, csak üljében, hogy lemenjen 25-re. Ott állok az ajtón, majd kiabálok befele. Hallasz egyébként ilyen közelről? Jó. Ilyen közelről hallak meg minden, de a rádióban nem. De brutálisan visszahallom magam, amikor beszélek. Sorry, bocsánat, akkor lehet, hogy marad a DC. Ja, nem a te hibád, nem azért mondom, hogy mekkora geci vagy, csak hogy... Hát tudom, hogy na, nehezen menj, fókuszálok oda, Tia, mennyi, mert növekszik. Na, bemegyek. Mennyi, mert már megy fölfele. 8-as a hánt, vagy 8-as a szarás most. Bújj el, fiam, a szekrénybe. Remélem, hogy kipakolták neki. Igen, tudom, hogy megy vissza. Az a lényeg, hogy a 25-öt elérjük. 26. 25, és még egy kicsit alá kéne mennünk. Jaj, 25, 24-et érkeztem, már meg is vagyunk. Az ott kipipálódik, akkor jók vagyunk. 25. Gyerünk, Feri. Fossad össze. 10-es bazd meg hántól. Ja, ne. Fiam. Léci, ne, bújj el. Legyél ügyes. Hagyd már abba a hántot, ez az. Gyere ki, Feri, gyere ki fele. Ó, bazd meg. Feri, fiam. Nem nyitottam az ajtót, pedig neked geci elkapott. De azért szeretlek. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Bocsi. Láttam az ajtóba. Láttam, pont az ajtó. Hallod, menjünk inkább a DC-t csináljuk, mert nem jó így. Jó. Oké. Na, itt vagyok. Hello. Na. Szegény Feri. Ja. Jobb is, hogyha lehúzzuk le, ahogy hívják ott. Apám azt mondta, figyelj fiam, mindjárt megőrülsz, menj be még egy kicsit, jó? Én eddig megfognak itt a kocsiba, jó? De az ajtót is csak azután intett, aki megfojtott vagy direkt. Ne, már Domkuk engedte az ajtót kinyitni. Hát, nyitogattam az ajtót és hallottam. Nyitogattam. Hallgattam, na a fiamnak kampó, megyek is be. Na várjatok akkor, véletlenül kidobtalak felé. Kösz. Jó van, a szóval kód az megvan, igen, a kódod megvan. Várjátok a Petűt, azt nem a tudom, hogy... Megvan, várjál. Olyan bócikát megkeressük. Átküldöm a kódot neked, ahogy hívják, ha jó? Küldjél valahol. A DC-re küldöm, és azt nézem, hogy... hogy a faszom a keresztványát? Állítások... Itt a Petőke. Küldöm neked is. Bocsánat. Ja, és egyébként a szellem nem volt jó. Ezt nem tudom, hogy ja, miért. Ja, nem is volt jó. De hogyan? Hát, de hogy? Meg volt három darab jó volt. Hát volt egyszer az EMF 5-ös szint, az új lenyomat, és a fagyás. És kiadta, hogy megvan egyre. Lehet valami geciséget beleraktak, hogy attól függetlenül valami variálhat, vagy valami mimikának, vagy mit tudom én, tudod, nem tudom. Sikerült visszajönnötök, gyerekek? Most sikerült, igen, benn vagyok. Nagyon jó vagy. Némítsátok le egymás, jó? Mindenki némítsa le. Veszek neked egy nagy lámpát, jó? Jó. Na mi a fasz most? Na várjál, kidobott valamiért, mindjárt jövök vissza.
Pető az itt van. Én most próbálok belépni, és beírom a kódot, és nem dob be. Mikrofon plóba. A DC-n maradjunk, úgyhogy nem mikrofon plóba lesz. Küldjem át még esetre. Hova kell mennem az izére? Hogy jó legyen? Hát szerintem a... Bemész a... Ott benn volt egy pillanatra. Valaki bejött egy pillanatra. Ki volt az? Engem nem tiltották ki véletlen, vagy valami? Szerintem mondta az előbb, hogy elege volt belőled már. Ja. Na várjál, akkor csinálok egy újat inkább, jó? Csinálom egy újat, mert beírtam a háromszakódot. Betölt, aztán kidob. Mondja, hogy egyből. Welcome back! Welcome back? Ja. Több játékos. Privát, 4. Nyelv, magyar. Várószoba készítése. Jó, akkor figyeljetek. Mondom a kódot, jó? Jó. És akkor arra keresetek. 77. 62. Most tudom, hova kell? 82. Bemész a több játékos szobába, és nem jobb szobát oldal. Csinálsz, hanem jobb oldalút van, hogy választ privát szoba keresése. Na, benn vagyok. Szerintem kinyomtam ott az X-et, az voltál. Kilettem banolva. Borci, menjek oda hozzád, segítsünk? Oké, hogy elmondtátok, hogy több játékos, de ez hol a faszomban van? Vagy ez hogy van? Te oda mész a falhoz. Ja, nyomj egy space-t. Veled szembe a tábla. Igen. Ja, nyomj egy space-t. Csak ott van ilyen, hogy válasz címkét, vagy mit tudom én mi, amit nem tudsz átváltani. Kiírja. Azaz, jobbra ott, hogy tovább. Választ ki a kedvenc színedet, a feketét. Igen. A szomatrikeci. Úgy. Mentés. Hol vagyjátok a csigjáték? És ott van egy több játékos. Úgy, és ott van jobb oldal csatlakozás. Igen. És akkor oda beírod, hogy? 77. Várjál, bazd meg, de miért nem törli? 77. De bazd meg, hogy lehet valamit ilyen szarul megcsinálni? 77. 62. Igen. 82. Hopp, itt van az asszonyunk. Na, én vagyok a fekete, te vagy a párom. Papa, mondd még egyszer, kérlek. Mi az a Pető? 77. Igen. 62. 82. Elvileg benn vagyok. Benn vagy. Na, két fek a csaj. Ez a beszéd. Ez az, akkor. Így legalább, nem de így legalább nem látszik, hogy seggből szájba volt, tudod. Mindenhol barna. Hát, ha ingem is beszélsz. Úristen, ja. Az ingem. Némítsuk le. Némíts le. Emberek alatt azt a kis csúszkát elhúzott balra. Jobb, hogy egy space-t azt odaugrik egyből, azt a csúszkát jajjan húzgáljának be. Meg tudtok másik karaktert is választani, ha akartok. De én nem választanék másodat. Én akarok, hol lehet. Azt nem tudom. Jó, hozok egy zseblámpát. Hoz egy másik nőt. Hát jó, a többiek is hoznak maguknak valamit, nem? Hol kell beállítani, mit hozott? Azt alapból be, hogyha ott maradsz az előmenübe, akkor jobb oldalt látod, hogy felszerelések, és ahol van egy fekete pötty, azokat hozod. Egyébként a többit még nem tudjuk, mert hogy nincsen. Pénzbe kerülnek, meg nincsen, meg most többféle szint van köztük. Hi, Borci, most kinek a ki az asszony? Most Feri vagy a Borci? Micsoda? Hát azért észrevehető. Amúgy nem sokat változtattak azon a modellen, nem? A modellen nem. Azok ugyanaz. Szerintem ugyanúgy néznek ki. Csak van rajta egy haj. Akkor ti testvérek vagytok, mi? Nem. Jó, várjátok. Lehet hallani in-game? Hát nem tudjuk, mert lehúztunk direkt a sutkát, hogy ne hallj. Nem jó az in-game, mert be fogjuk egymást visszhangozni, az a baj. Gyertek, Grafton Farhouse-ba nyomjatok egyet.
Bejöttek ez ugyanúgy a panelhoz, hogy balra nyomtok a nyilacskára, és ott a... Grafton Farm House-t válasszátok. És kész vagyok. Miközt nem tudom, hogy most... Elég amúgy, hogy csak készen állra nyomsz. Az oké, okay, csak azt nézem, hogy zseblámpa, hogy be van-e rakva. Há, elvileg ott van. Apőjt nekem. Jó. Ki a faszom sétálgat a képernyőn, állna hallom, hogy valaki sétálgat. Borci, ez nem jön? Jöjjön Borci a táblához is, redizbe. Nem azért nézzük a képernyőt. Mert csak nyomjon egy space-t. Erre ki van némítva? Szerintem azóta is, már lenémított minket azt ott ingén beszélget, hogy hallotok? Mi van? Mi a szar van ez a játék? Engem már egy kicsit kéreget a játék, de jó lesz. De engedd a csúszkákat nézd meg, ott a képek alatt ott vannak a csúszkák, Borci. Mit csinálják fel? Húzogass le nullára, hogy ne legyen egyáltalán hang, mert az a baj, hogy... De nekem meg kéne néznetek, hogy ingén működik-e. De biztos, hogy működik, csak nem jó, de mert mondom, be fogja zavar. Meg. Hát nyomj egy B betűt és beszélje. Várja, meghallgatom. Igen? Mehet. Nem jó. Nem jó. Erről beszéljük, hogy ilyen fosztal is kasszal ez a játék. Mehetünk, amúgy jó vagyok. De mindegy, mert nem érdemes használni. Nem mindegy, mert hogy fogom a narkos kurványát szívni a szellemnek? Hát úgy, hogy lenémítod magad a Discordon, és akkor a narkos kurványát küldheted neki. Narkos! Na, adjatok ide valamit, hogy menjek. Mindenki hozott magának zseblámpát? Mert én nem látok senkinél zseblámpát. Nem hoztam magammal. De miért nem tudom felmenni itemeket? Mivel kell felmenni? E betűvel. E betű. De miért amúgy... szar ez a játék? Szerintem úgy, papa, az, amit ott kijelez, az egy set mindenből, nem? És akkor nem lehet több lámpát hozni, csak egy darabot? Hát lehet, csak akkor külön be kellett volna addolnunk a felszerelésben magunknak, tudod? Te hát... vagy a host, neked ott van az az egy set cucc, amit jelez, azt nekünk is jelzi, hogy megvan egy adag belőle. És akkor olyan... hozd a kamerát addig, fiam. Amúgy jó tükrözi a izéim, a 99, amúgy is már 100%, pedig idén neki voltam. Ott van majd a... kell innen kimenni. Majd mindjárt várj, előbb nézzük meg, hogy mit kell csinálni. Csapatod egy tagja, éljen át egy paranormát, igen? Így is. Átélem. Meneküljön el a szellem elől vadászat közben, az csodálatos. MF mérő, aktiválás. Jó, az ott lesz nálam. Na, zsata. Mehet a rettegés. Mehet a visítás, gyereke. Ez a zseblámpa se sokat dob itt. Én már most félek. Dehogy is. Ki megy elő? Én. Papa, neki van nagy péló. Nekem van a zseblámpa. Irányítós gecit. Jó. Szerinted mire jó? Hát az ajtó fél méterről észreveszem. Szerinted az olyan vaksötét van lámpa nélkül, hogy beugálok. Ez a zöld ja, ezt meg mit kell találnom amúgy? Alieneket. Predátor. Kajak? Aha. Adjál már. Tényleg, hát a Predátornak is ilyen van. Miért nem lehet látni lófasz se, bazd meg? Mert be kellett volna raknotok magatoknak zseblámpát. Miért raktam be amúgy szerintem? Fejlesztőknek is beraknék valamit valahol. Keressük meg a biztosítéktávát. Azt akarjuk. Te itt van már egy box. Ja, ez... Én már nyomom a villany, csak nincsen. Ja, az nem megy közben. Nem tudom, hogy felkapcsolom a villany. Azt keresse meg, akinek van lámpája szerintem. Hát hogy kell becsukni az ajtókat? Nálam van a kamerában, van night mode, de... Balegért hosszanyom. Ki jött be? Ki van az ajtóba? Arra rendesen beszartam, geci. Komment ki. Még nincs is izé. Mondogassátok addig a neveket. Azt se tudom, Maria Carey. Itt vagy Maria Carey. Will Smith. Milyen Maria Carey? Mindjárt megnézem, mi volt a neve. Itt találsz egyáltalán sötétbe? Nézelődjetek addig csak nyugodtan. Hát én nézelődök basszus, nem találom ezt a szort. Kate Sweeney. Én már lelőnék valakit amúgy. Sweeney. Engem nem van a in-game amúgy. Lehúztam. Nem, már én lenémítettem. Most már szagyjuk az in-game-et amúgy. Hát akkor lehet
De a szellemmel beszélni kell, nem? Igen, hát ahhoz nyomnod kell szellem a mikrofon. Szellem. Svidi. Show yourself. Sojo? Petya, úgy mond, hogy én vállalom a izét. Fuck you. Hogyha van egy rádiós azt... genyó, én beszélek. Hallod? Neki. Ezt engedd el. Azt nem mondta, hogy fuck you. Ez nem ez voltam ugye más. Ebbe is meg, bassz. Ebbe is agrózik. Igen. Apa nem keresi meg a biztosítékát? Azt keresem, bassz meg. Hát... Azt keresi. Hallod? Az ablakot már kétszer. Hát már az emeleten vagyunk. Ja? Nézzem a kamerát. Figyellek titeket. Hát ő meg segítek nézni ezt a kamerát. Jó, itt egy fejsze van, ahogy hívják fölött. Nem tudom, kiné van a kamera, de nem kéne ennyire rángatni. Néha így megmozdult az EMF mérőn áll egy pici. Hello, cica. Jó, ezt a kis handkamerára gondolsz? Igen, aha, azt látják, hogy amit te látsz. Ja, az itt van nálam. Csak így látok csak, hogy Night Vision bár kapcsolom, azt, az a picike kis genyón látom, hogy mi van. Nem látok szellem gömböt. Mivel hát, dobom ha... el? G betűvel. Bárgyakat. G. Kéne sebb lámpa. Hallod? Első dobi, valószínűleg elejték. Ez nagyon nyomorult. Hol az Istenben van ez a szar? Várj, lehet, hogy itt van kívül, nem? Mi? Ki? Ne basszatok ja, már meg. Itt van balra, bazzik, ott a fuse box. Mi van? Nem, ez nem az. Nem az? Itt a jobbra világít, no? Mi ez? Abban megyek, itt benn sétálok. Gyerekek, az emeleten nincs, fogadjunk a lépcső alatt lesz, megvan. Annyit jel. Egyébként ilyenkor már Petyával minimum egyezni, átértünk volna. ez az nem, ami hol vagyok? De hol van? Paranormális. Én hát nem tudom, de nem bírom kinyitni titeket. Eddig nem lehet kapcsolgatni. Mivel kapcsolod? Balegére. Kinyitni. De hol vagy? Kint vagy? Ne bassz már. Itt vagyok benne, de nem lehet kinyitni. Nézd, nem tudom hol vagyok. Hát én mondom, ezen a kis gecin nézem, azon a kis apró kis szaron. Feri, gyerünk már. Valami húzok. Menjetek előre. Feri, ne legyél már ilyen. Mi volt a neve? Na, geci. Maria Carey. Megvan. Elvileg. Na most. Ez az. De yes. Vagy csak óvatosan, mert túl sokat kapcsolunk, akkor itt van a csont, fényképezünk, nincsen, igaz? Ne. Ha itt balt a gesz, nem a fel van? Among Us lenne hamar. Na, azt vidizzetek, vagy mondjatok? Voiceunk magyar, nem? Hát az magyar. Igen. Hello, where are you? Gyere, mutassad magadat! Gyere ide! Itt van, fagypont van valahol. Aha, fagypont alatt vagyunk. Itt nem a szobában. Itt a szobában, ahonnan kijöttél, papa vagy ki volt. Ne legyél már izében. Nem, itt ebből tényleg. Kicsoda. Becsukta az ajtót. Jaj. Itt van. Hallod? Itt is lihex. De itt gyertek vissza, ide, ahol a Hitler van. Hallod? Ezt az ajtót becsukta. Micsoda Hitler? Bang! Ezt az ajtót... Vigyázz meg, mentelek Pető, gyere! Hogy kell kegyes az ajtót? Geci. Balegére. És akkor előre W vagy S. Itt lesz gyerekek ebben, itt van ez a öreg fószer a képen a kandallóval. Itt már kettes, hármas jelzésem volt. A bajszos festő. Ez miért ilyen szar? Hallod, J mint János, nyomjátok meg, bizonyíték, és akkor fagyos hőmérséklet. Szevasz szerint. J mint János. Ja, igen. És akkor ott beállított, hogy fagyos. Most akkor az a, akin... Jajoget! Én kiszedtem, kijöttem. Gyertek ti is. Megy utánatok. Borci kellett neki. Után megy. Jaj, nem kell becsukni? Azt hittem. Hármas MF mérő. Hármas. Van fénygömb. Te mit mérsz, Feri? Azt se tudom, ki kicsoda, meg hunk vagyok. Én vagyok. Én itt kapcsolom. Itt világít, lámpolt, az én vagyok, valaki. Gyere! Az én vagyok. A sima zseb... Hallod? A sima zseblámpánál lehet ezt a fénygömböt látni? Szerintem nem. Szerintem csak szerintem az éjjellátónál, meg annál a... Ja, éjjellátó kameránál. Meg hogyha odakint a sima kamerát átváltod éjjellátó. Hello! Tehát ebbe a szobában van, gyerekek. Hoz... basszátok meg, ledobtátok azt a szarlilát. Itt van, viszem. Hát de nem bírod már felvenni, az a baj. De úgy nem bírnám, hát akkor gyere már ide, nézd már meg itt a falakat itt ebbe a szobába, mert ebbe a szobába van itt, ahol most vagyunk. Kamerát meg rakjátok. Miért be. Nézzem meg? Mert új lenyomatot keressi. Hát csak szobában van, nem? Nem. Innen indult, én láttam a szellemet, innen indult és ment oda utánatok. Jaj. A főbejárat fele. Kamerát rakja már le valaki, hallod? Tedd már le a kamerát, mondjuk. Ide erre a dobozra, vagy mit tudom én, erre a radiátorra. Mit dobál itt valamit?
Hát az meg, most eldobtam, azt nem látom, hogy van. Hogy kell lerakni valahova? Jajaj! Vadászat van. Illúzik. Ó, hogy basznád meg a narkós anyádat. Meghalt valaki. Valaki meghalt. Borcini. Mi történt, Borci? Nem tudom, hogy játszottak a múltkóban, de az egy élvezető játék volt. Jó, ezt alapba elbasztuk, mert nem volt mindenkinek lámpája. Hát amúgy is basznak. Menjünk ki szerintem addig. Demolog is sokkal jobb játék volt, basznak. Hát mehetünk azzal is, engem nem zavar. Most elvileg már... Mi ez a fasság, geci, basznak, hogy nem bízd behozni magad a semmit sem, meg mit te? Be tudunk hozni, csak nem hoztatok magatokkal. Hoppa, tízes aktivitás. De ez milyen szemétség? A csapatod egyik tagja menekülne a szellem elől vadászat közben. Hát hülye, az elsőt azt túléltük. Hát az, na mindegy. Nekem az menekülés volt. Jó lesz hopta ezenket. Nézd csak meg, ott mentek gömböcskék. Nézd meg, ott egy gömb a képernyőn bal oldalt. Aha, láttam. Aha, szellem gömb. Jó, várjatok, akkor MF 5-ös szín nem volt. Dots Project van, igaz? Nem, Spirit. Nem. De, ez Dots Project. Vagy szellem gömb? Szellem gömb meg fagyos volt eddig csak. És a többit még ne is húzzuk ki, mert nem tudjuk rácáfolni, hogy fixen az, de szerintem az MF-et az húz ki, mert kétszer is volt támadás, és csak 4-es szintre ment föl. Hát bevittem a könyvet, megnézem, hogy van-e szellemírás már. Jó, de a Borcinak szóljunk, hogyha tudunk. Hogyha akarja, akkor mehetünk Demolition, az is jó játék. Jó van ez, maradjunk ezzel, bazd meg. Most próbáljuk meg. Beszéljünk össze jobban az elején, hogy ki mit hoz, meg mit csinálunk. Hát meg hozzuk össze, ja, hozzunk mindannyian lámpát fixamunk, meg azt összebeszéljük a többit. Jaj. Hát papán a 12%-on van meg a Ferinek, úgyhogy Pettő, te maradjál bent, azt kicsit rohadjál meg ott bent, jó? Akkor dobd el a lámpádat. A demo amúgy jó játék, csak abba az atmoszféra szerintem nem olyan para. De ezt már beszéltük. Ott jobban jumpscare van, tudod, amit egy idő után megismersz, hogy tudod, hogy a köcsök kislány ki fog mászni a tévébe, akkor tudod, rá vagy készülve lelkedik. Itt meg folyamat mindig valami... Mert pedig ott van a váladon az a rohadt lámpa. De nem tudom kapcsolatni. Ja. Na nézzük a Petőt. Na nézzük tényleg. Itt följük fel Pető, én is. Látom, legugoltál. Jó segged van, bazd. Hol egy ugye két percig? Nézd meg, itt még a szobában, hallod? Feri, itt még azt is mutatja, hol van a lakásban. Hol? Itt. Ja, aha. Tényleg. Hallod, és mutatja, bazd meg, hogy hol van a villanykapcsoló. Bazd meg, ezt akkor az elején meg kell néznünk a térképet. Na, ezt megnézzük, hozd mindenki magának lámpát. Ez egy szellemként unlimited stamina van, bazd meg. Ez a legjobb szellemként, nem kicsi ilyen semmit, csak nézzünk a falatot. Vibrál a gecikép. Ó, geci. Nem jó, Peti. Hát csak 4-es szintű, úgyhogy nem vadászik még a lukadra, ne félj. Miért nem jöttél, vagy miért nem szóltál, hogy itt van? Te látod ilyenkor, nem? Ő látja, és látom, de te látod, hát Borci, ha benn vagy. Kijöttem, csak téged nem tud. Lehet látni, hogy kapcsoló. Aha, láttuk, ott van. Fut utána, de gyors az. Hát téged, Pető, most megbasznak. Nem biztos. Kérd túl, azt akkor megvan. 29-28%-on vagy. 27. Csökken. Meghaltam. Na, bazd meg. Jó van, akkor nem kell, hát akkor nem megyünk, mert minek. Ja, hogy ti majd ott kint, izé. Várj. Nem, hát mi... Ennyi. Hát mi most... Mi most... Kire papa egyre leugrott, bazd meg. Én úgy megijedtem. Na, figyelj. Abból ne... áll a kocsiba. Várj, de még rádiónk se volt, tehát még azt se tudtuk volna megnézni, hogy válaszol, vagy nem válaszol. Hát nem. Most négy. Hát nem tudom, ki volt a csapatvezető, de nagyon rosszul rakta össze a csapatot. Szellemírás. Ó, bazd meg, volt szellemírás. Le tudtad rakni? Én amúgy nem látom se új lenyomatot, semmi sem. Ott van bent, lerakva, menjetek, nézzétek meg a szobában. Hát nézd néz meg, hallod? Adél a lámpát, bemegyek. Hát benn van a hullánál. Ja, nálad van. Igen, a Petőnél van. Jövök fel, nézlek. Itt vagyok, hallod. Nem tudom, hogy hol.
hol van pontosan, de... Jövök én is vele. Jézus. Szálló. Itt egy hulla. Itt menj balra. Nem is itt haltam meg, fulkamon. Nem látok, falnak megyek neki köbben. Itt van valami. Pedig itt a lámpa. Nem tudom, mit csinált eddig a Twitch csatornában. Ez egy sör. Nagyon itt gázol, van. Nincsen izéd. Mi? Jumpscared. Ja, hát mert nem váltam én ennyire rá erre a jumpos humorra. Vagy a izére magára a horrorra. Kire papa meghaltál? Szerivel... Nulla, nullák vagytok, 200%-ban ilyen. Most tudom, hol vagyok, bennállok a sarokba. Kilep, hol már kint van az ajtó. Nézd meg, itt hagyom neked a lámpát, hallod? Nem látok semmit, csak a sötétségbe. Feri, menjél balra. Menjél balra. Ott balra, egyenesen. Meg falat került ki, bazdmeg. Úgy, egyenes. Ezt a kicsit balra. Ott van a zseblámpa egyébként. Ott. Vadászik. Gyere ki! Ott volt az ajtó előtt. Vadászik! Íj, rajtad van! Rohadt geci szarjáték, bazdmeg. Minden nézem a kamerából, hogy megfojt. De megijedtem, bazdmeg. Oda világítottam, csak egy lábat láttam, hogy ilyen izételt taposgatást. Na, akkor nekem úgy tűnt, hogy ez Yuri lesz. Úgyhogy én megyek is. Sziasztok! Hárma shot, döntetlen. Azt. Te azt mondja, pár... Bemegyek itt a hulla hátán, bazd meg. Ez jó meccs volt, vagy jó kör volt. Jó, én legalább túléltem. Ja, mimik volt egyébként. Jó. Az is csoda, amúgy, hogy kire papa nem a fiatal. Nyom mindenki egy space-t, kattint egyet jobbra. Gyertek ide a panelhoz. Ez amúgy nem titkon ilyen sorozatgyilkosos játék? Nem kire tudom. Papa azzal a részével játszik? Azért. Azt tudom, hogyha nyomtok egy space-t és ott van az a gecim tábla előttetek, kattintotok egyet jobbra. Jobbra, ott akkor ott pipálhatok ilyen. Ott a lámpa, plusz, és akkor hozzáadás. Jól van, hozzáadás. Az első a lámpa? Nem. Ott a második sorban, ami elérhető, az a nagy. Hogy a faszom? Úgy. Egy zseblámpa, egy glow stick. Mennyi pénzünk van? 37 dollárhoz van. Nem sok. Nem tudok hozzáadni. Rádiót raktatok-e? Nincs rádió. Vagy van rádió? De van rádió. Egyet raktam. Egy notebook. Vagy milyen füzetet tegyünk? 3 zseblámpa van eddig berakva, csak mondom. Tehát hol van a feszület? Honnan nincs is feszület. 3 zseblámpa? Hát, tehát itt azt mutatja. Na, így. Mozgás érzékelő, parabolikus mikrofon. Hol van itt parabolikus mikrofon nekünk, bazd meg? Ja, lehet, hogy van bent, csak nem tudjuk betenni, mert megmaradtak a cuccaim bent. A most van benne 3 zseblámpa. Igen. 2 hol? Feszület csak nincsen. A doc, az MF mérő, a könyv, a spirit box, a hőmérő, az UV lámpa, a videokamera az elvileg alap. Tehát az alapból adja. Én most nem tudom. Remélem mindenkinek jut lámpa, az ennyi. Majd eljövünk, mi lesz. Jó. Akkor gyertek a térképhez balra nyomkodva. Mit válaszunk? Milyen... Szerintem maradjunk még ennél az egy... Jön, amin ismerünk. Jó, akkor a legbaloldal. Tanglewood. Tanglewoodra megy. Jó, már ennyien vagyunk. Kész, hol kell, hogy nyomjam? Semmi, kész. Simán csak kész. Hárman már Tanglewoodoztunk kint. Jobbra visszani. Jobbra nyíl. De hogy a faszomat tudnak egy játékot ennyire szarul összerakni, bazd meg? Jegyezd meg. Kurva anyád. Nem, bocsánat. Na, megnézzük, ki rakott be zseblámpát. Senki, ahogy elnézem. Megint csak én raktam. Jó, itt van a zseblámpám, rohadjatok meg. Ott van, vigye, aki akarja. Ott van a földön, szopjatok. Ott van, borci, vidd. Nem kell. Már hallod, itt hideg van, hallod? Már most beállítatjuk, hogy fight pontban. Nézzétek, ott van az az aksi, amit fel kell nyomni, ott van a bejárat, a zöld csík. Szóval... Középen a vájat, az a bejárat, szóval elmész, jobb Janice Johnston. Menjetek. Hallod, már itt fagy van. Hát de az szerintem csak az, hogy úgymond tényleges fagyban. Ja, nincs ki valaki az alatt. Ja, kint havazik, hallod? Kint havazik. Na, én leveszem a rádiót, azt ugatok neki. Mi a neve? Janice Johnson. Ekkora köcsök basic neve. De amúgy valaki... ezt tényleg nem értem, most nem azért, de én... Úgy én lepe.
UV lámpát. Hozom. Menjetek irányítom, nem tudom ki megy elől majd. Amit én tényleg beraktam azt a köcsög lámpát, azért azt mondom kettőt is hát beraktam. Hát én is. Én hármat raktam be, de nem. Nem volt, az a baj, hogy ezt lóvér veszed be, az meg. Kurva nehéz lenne amúgy adni az elejére kis lóvét. Ficánkak nem jönnek? Bementetek? Most megyek. Ájjájáj, igen, jobb, menjetek, menjetek. Jobbra a 45 fokos falnál. Jobb, jobbra. Első ajtó jobbra, keresztül a másik ajtón. Így, és balra itt lesz valahol. Aha, ott van. Jó, akkor meg utáltak. Megvan. A nappaliba kéne fölkapcsolni, hogy legyen itt átlag fény valahol, csak oda kapcsolok. Itt van. Meg keressetek valami csontdarabot. Lemegyek a pincébe. Persze egyből a néger lemegy a pincébe. Hello, Twitch-en óvatosan ez a szóval. Néger, az nem baj. Nem. Az nem baj. Ember, hát hol élsz, hogy ez nem baj? Mi az? Hát, miért az baj? Hát te vagy. Éve meg abba mondom, vagy elve meg erre, akkor az úgy lehet. De én hát így csak így... Mifelénk itt a bicskát belé basszák a hátadba. Látod, ti vagytok rasszisság, mert nem adjátok, hogy így mondjuk. Undorító vagy. Aha. Akkor bocsánat. Neked is azt mondják, hogy egy szar darab vagy, a szar többet érni te. Egy szóval, amit akkor majd megnézzük, mit szólsz hozzá. Nekem mondják azt nyugodtan, hogy rohadt fehér. Engem nem fog zavarni. Akkor afro-american, sorry. De milyen afro, hagyd már ezt, hallod már. Jó, nem, tényleg, én nem is, de nem is az a fendék, ha mondtam. Egyébként csak annyit. Ő kapja se írott. Afro, nem afro, hogy ember. Így van. Most beleszarik a csizmába, ugyanbűrös ezt szarik bele, mint te. Ez így van. Igen. Már hogy ebből a tisztelekből se hívnám így őket. Mert hogy ember számba veszem őket. Hát de akkor ha azt mondom, hogy ember, akkor mindenki oda néz, és így nem tudja, hogy őróla van szó. Akkor ő sötétebb árnyalatú barátom. Hallod, itt fagy van nálam, csak mondom. Itt én lihegek mi most is. Most vagy hideg van itt bent, és nem csuktátok be a dalatot. Meg csak itt sétálgatok. A fűtést nem kapcsoltátok be. Hallod, ez a bajszos köcsög, ez minden szobában ott van? Ne kapcsol be, ez már azt a kurvánban. Hol van itt szemlát? Nincs? Itt nincsen. Vagy van? Itt nincs. Ez az a legalapabb ház. Ezek simogatod itt a falat, úgy mész keresztül mindenre. Hello! Van itthon valaki? Hello! Mi volt? Nem tudom. A MF mérőn meg sem moccan még. A főkapcsoló lehet, hogy lerepült, mert túl sokat kapcsolunk fel lámpát, akkor... Mondja merre kell menni? Nem tudom. Fönn van. Felé 80%-on van, bazd meg. Felé nincs ott a környezetedben? Nincs. Nem tudom. Mindjárt elkezdek nekik beszélni. Mi volt a neve? Valami Janice Johnson, mondom. Vagy mi az Isten. Ja, Janice Johnson, azaz. Janice Johnson, are you here? Janice, can you hear me? Janice, are you friendly? Azaz, az lesz majd friendly, bazd meg. I love you, Janice. Where are you, Janice? Suck my dick, Janice. Janice! Hízett a szekrényből valaki. Hát, hogy te mi a fasz csinálsz, oké? A lámpával azért bebújik a izébe. Kalap, hogy milyen fasz az. Janice, I'm going home. Bye. Janice? Hallod, a garázsba voltatok már? Ott kapcsoltam föl. Ide a izébe kéne lemenni, pincébe. Gondolom, mit lesz a garázsba egyébként? Pince van, pince? Van. A garázsra szembeni. Kapcsolgassatok majd le a lámpákat, mert... Itt a koponya a pincében. Na, ha megyek is le. Na, hát akkor jó, hogy mindenki körbenézze. Melyik köcsög szállt be ide? Jó. Menjen fel, vagy lefotózzuk. Nincs fényképezőnk. Ha van fényképezőnk. Ha nincs fényképezőnk még. Akkor várj, dumarok neki. Janice, can you hear me? Janice Johnson. Janice Johnson,
A, itt van az izé, a úgyse tábla. Megkérdezem, hogy hol van. Na, kérdezd meg. Where are you? Jaj, jaj, valami villog. Janice, where are you? Jaj, kurva anyá, kimentem. Mi van? Ja? Hogy kezd használni? Where are you? Ragd le a földre. Nincs semmi. Janice, Janice, come here. Where are you, Janice? Where the fuck are you? Where are you, Janice? Nem, nem válaszol az már. Csúnya beszéd. Where are you, Jenny? Jenny, baby, where are you? Nem lehet, hogy a mikrofont lenémítottuk. Nem lehet, hogy mehetünk is. Számlázunk, azt megyünk. Nem lehet, hogy lenémítottuk a mikrofonunkat, és akkor így. Hát te úgymond, azért, mert lehúzzuk egymásét, az én enyémet még hallani kéne magának a játéknak, érted? Ja, tehát hogy a más lehúzza saját Vaját. Magát. Az... Feri, beszélj ingém. Janice, can you hear me? De lenémítottam magad a Discord? Nem, várjál. Na, most beszélj. Lehet hallani. Akkor nyomd a globált. Nem lehet hallani. Bár. Hopp, most mozog. Hallottak? Várjál, írta. Mit írt? Valami alt, hő, de nem látom, bazd meg a fényt. Valami altin, alti, alt, az volt a vége. Jó, itt van fent, itt van fent, menj arra, ott van fent, ott van fent. Úr, vonjál meg vissza. Kapcsol azt a keci lámpát, Pente. Az volt a vége a szövegnek, hogy valami alt, A-L-T-Y. Lekatítottam a táblára, és megkérdeztem tőle, hogy bújócska. És? Hát és utána megjelent. Nem értem, én nem vagyok. Where are you? Most is ír, látod? Na, where are you? Go. Hol van? De menjetek már arra, mert nem látszódik, bazd meg. God. De milyen betű az? O meg egy D volt, nem? Nem, G betű. God vagy God. Csak bazd meg, szóval, nagy bulaszájúak ide jönnek. Menj már, az a bulaszájú, menjen már arra. Basszomod, bazd meg. Rajl azt a kettő. Na, addig ógyázunk itt, bazdik, kukorom. Várjatok, mert én vagyok belépve a táblába. De várjatok. Na hát akkor mondja neki, nem, nem. Menj, ragd már be a lámpa alá, bazd meg, hogy rá, fölülről világítson már. Leárnyékolod az egészet. Nem látom, én nem olvasok semmit, nem látom. Be van árnyékolva. Jó, érjünk. Akkor... Na. Így jó. Na, akkor... Az mi? Megkérdeztem tőle, mennyire örültem meg. Azért, hogy maybe. Hogy azt kérdezd meg, hogy where are you, hogy mit? Mondja neki, hogy where are you, vagy. Csapatot tagja, én érjen át a paranormális tevékenységet, az már pipa. Megkérdeztem. Nu, nur, nurs, nurse, nurser, nurseri, nurseri. Nurseri. Hát az mi? Van itt izé, ilyen... Gyerekágy volt. Volt. Jobbra vannak a gyerekszoba. Lehet a gyerekszoba akkor. Jobbra van a gyerekszoba. Ja, az a bejárattól van a balra a legelső befordul. Itt van a... Nem, vissza. Itt erre, itt ez az a gyerekszoba. De le van kapcsolva a villany, az meg. Hogy hittetek el? Bekapcsolom a villany. Ugye volt, mert mizé van itt? Ugye trafót. Mi a faszomat? De min... Hello! Na kapcsoljátok fel ott a villany? El van. Mit kérdezzek még tőle? Hát szerintem semmit, ma minél többet kérdezünk, annál jobban fogadtak unni, mert nyitom is ki a szekrényt, ahol a gólyok. Na? Meghaltam. Jaj! Mi a fasz? Ki halt meg? Papa. Na ez nem költ átlátok. Ott a testem. Kamera az... Kamera meg beesett oda a fal mögé. Ott van a kamera. Hát az a szóba lesz akkor pedig. Megint vadász itt gyerekek.
Na, álljátok, már valaki még halt. Hopp, borc kérdél. Szia, Borci. Szerintem gyertek ki, mert itt mindenki halt. Mindenki. Te vasz narkos, hello. Szerintem itt mindenki hullott. Kettő már hullott. Az a Borcival nem tudunk közbe beszélgetni. Lehúzom alulra. Spirit box volt, vagy nem? Mi volt? Szellemi... Várjál. Ja, mondjuk te beszélgetted a többiekkel? Látom, haltál te is. Ja, mert ilyenkor jövünk. Hát inkább kijöttem, mert ilyenkor elvileg tudod, ha meghalsz, akkor nem tudsz beszélni, mint szellem. A többiekkel. Hát figyelj, mit tudtál egyébként? Fagyos hőmérséklet? Nem voltam, nem volt a hőmérő végig 5 fok volt. Az a baj, hogy nem is tudom, hogy mi egyáltalán tudunk-e jelölni. Menjünk, beszéljünk, de itt már mennek, bazd meg. A rohadékok itt hagynak minket. Hát értem, hogy az ajtó mögé kell bebújni topis, de hát nem is látom az ajtót, tehát sötét van, mint a seggyukamba, bazd meg. Gyerekek, mi volt ez? Spirit. Eltaláltátok? Nem. Hogy találtuk volna? Dehogy is. Hát egy nyomot se tudtunk. Szintlépés feloldva, fényképezőgépet feloldottam. Vegyek normális lámpát. Hát a top is beraktam, hogy hozzon lámpát, ez szar, geci, húgyos játék. Nem kapának kell bevakolni a cuccokat? Én nem tudom, bazd meg. Itt rámegyek, hogy plusz. Ott van, hogy plusz, de rámegyek a plusz, bemegyek, és meg akkor... nincs benne a kocsiba. Rámegyek, hogy plusz várjál, és akkor utána... Lóda... Bazd meg, lovos, húgyos játék, ezt nem lehet rendesen kezelni, ez se, bazd meg. Külön félül a tutorial. Pedig régen geci egyszerű volt, nem értem, a faszomért kell nekik túl bonyolítani. Hozzáadás. Főleg, most van hozzá a EMF mérő pluszba. Az most voltam. Ja. Akkor te raktál, de lámpát rakjatok csak. Zseblámpát rakjatok. Nyomgattam eddig is hozzáadást. De vásárolni kéne, nincs lóvénk. Ja, vennünk kéne, amúgy szerintem is. Én vettem most egy lámpát, hozzáadtam. Hozzáadtam, ha ott írja, hogy a kocsiból van kettő eddig. Ja. Ezt itt mindenki magának pakolja össze. Igen, de ha kijössz a főmenübe, akkor ott látod, hogy két pötty van, tehát meg két lámpa, meg két EMF mérő van ott. Várjál csak. Ti basszok el valamit. Most letesztelek valamit, várjál csak. Mennyi egy ilyen gecin? Hol a vállod beírő, mennyibe kerül ez a szar? Mennyi egy ilyen leftik, várjál. Ár, 45. Most hozzáadott egy ilyen ledes gecit? UV lámpát. Nem látom, hogy minden ott áll nagy kugli fejével. Azt neked írja a boltnál, Feri. Ott fel mutatja, hogy menjem el a kocsiba. Én amúgy megvettem egy elmet. Itt a sok gerci nem lehet innen levenni, bazd meg. Most hozzáadta, ugye? Aha, most igen. Ja, hozzáadta. Na! Rájöttem, a geci is szarjáték. Még kellett meg kell, hogy lóvéd legyen. Lóvéd nekünk nem lesz. Ja, nem volt pénzünk, az volt a baj. Hát meg igen, meg én itt pluszolgattam ezt a köcsög lámpát, de amikor csak ráírtam, hogy plusz, az csak azt ott alul mutatta, hogy na annyit szándékozok venni. Érted? Szóval csak nem volt pénzed. Rányomok, nem, csak nem vettem meg. Rányomtam, hogy plusz, rá kell menni külön, hogy vásárlás, és a vásárlás után hozzá kell adni. Igen. A bolt raktárba. Uh-huh. És úgy adja hozzá. Igen. Most na. Nem tudom, hogy a DOTS Project mérő, meg a többit, azt nem tudom, hogy mindenki akar hozni. Hát most szerintem igazából, nem tudom. Mit tudom, hogy még egy kamerát kéne, de hát mennyi egy olyan kamera? Hát szerintem nem kell, kell kamera. Ja. Egy fényképezőt beraktam elvileg. Csak az a baj, hogy a Borci ott áll a monitor előtt, és nem látom nagy matyek tonyok fejétől. Kettő darab fényképezőgép is van bent, várja. Jó, hát megpróbáljuk így amúgy. Ja, te raktál. Most már lesz nálunk cucc, mert... Lesz két lámpánk, én vettem egyet. Négy lámpánk van. Négy lámpa van be. Na, az jó. Hó, mehetünk? Mehetünk. Félúton rájunk, amit hagytunk. Ja, de várjál, milyen mappot. Én már szavaztam az első mappen rá. Tenglőbúr, jó, legyen ez.
Oké. Okay. Kéne lóvé. Minél hamarabb választ. Jó lenne, mert ha itt köcsök szellemet eltalálni, mi az. Gyerekek, valaki látja, én nem látok semmit a képen, mert három majom ott az a nagy műszerp. Hát de azért amúgy figyelmányítom, hogy hátrébb is jöttem, nézd, én is tudnád nézni. De meg hát érted, nyom meg, csak bárhol vagy, nyom meg egy space-t. Pim egybe odaugrik. Na, mi mindig az izével kerestük az EMF mérő, meg a fagyos hőmérséklettel a szellemet. A egy zseblámpát bárni. Na végre! Végrebe vagyok. Zseblámpa. Mi mindenki csak nyalja le, amit lát, azt sem mondja senki sem. Adjál hőmérő. Azaz. Na. Tudjatok valamit nekem is. A EMF mérőt hozza na. Valaki. EMF mérő. EMF mérő. Hello. Én a rádióval beszélek neki. Valaki EMF-ezzen, ki lesz az EMF-es? Én leszek. De ki, hol a... De akkor vedd le az EMF-et a falról. Itt van nálam. Hogy a bánatban nézze ki ezt a kurva bejáratot? Itt van a kezembe. Ja, kettőt hozunk. Jó. Elveszed a kulcsot és egy nyomsz. Hőmérőt hoztunk? Mi a neve? Az is van nálam, de van ott még egy, itt van. Kora. Mekkora? Alexander. Kora Alexander. Hozom a kamerát. Menekülnie kell valakinek a szellem elől. Borcik meg. Nem megy. Kora. Mondjátok neki. Kora. És akkor, hogyha bekapcsoltad a vizét, kamerá, vagy a világítás, és elgörgetsz, akkor tével tudod kapcsolni ki be. Valaki megnézze, hogy hol van a... Vagy mindegy. De várj, mert hogy a bánatba kell. Mit? Bekapcsolni a lámpát. A kezedben van, is jobb kattolsz. Nem, odajössz az ajtóhoz, bal egért, hosszan nyomod, és így kinyitod az ajtót. Hogy ki kell nyitni, mert nyomorult a játék. Nem, hát azért, mert van kezed. Nehogy hozzá merj nyúlni, bazd meg. Ne basztasd. Vagy várjál, tudod mit, vedd a kezedbe, mi addig kimegyünk. Várjál. Mit kell, bal kéket kell most jön? Meg ne nyom, te hülye vagy? Már be van kapcsolva. Pető. Csípog valami. Gyerekszobába. Rádió. Bekapcsolt a gyerekszobába a rádió. Gyere, menjünk le. Azon az elmefet. Oké, beszélek neki. Mi volt a neve? Gyere, menjünk a gyerek. Kora. Alexander. Kora. Can you hear me? Kora. Neked mekkora? Kora. Mekkora fasz kért a seggedbe? Úristen. Azért ilyen csúnyán nem kéne beszélni, vannak azért fiatal körül nézünk is. Hát... Kora? Can you hear me, Kora? Kora? Van víz, van. Most nyitottam. De itt a tükör az olyan, mint hogyha rárejszoltam. Kora, can you hear me? Itt fagy van. A fürdőben látom a leletemet. Dobjuk oda? Hőmérő. Hát gyere itt. Kora. Kinek van a hőmérő? Nálad van, Feri. Nálam nincsen. Nálam rádió van, lámpa, meg a kamera. Vetes elmef. Oké. Okay. Fürdőszoba lesz, gyerekek. Hogy kell a kamerát lerakni? Borci lenémította magát, akkor ő meghalt. Én nem véletlen benyomtam. Ki ne van a izé? Nálad van a hőmérő. Kamera, mert a kamera nem vesz semmit. Nincsen kamera. Feri. Most. Hőmérő kiné van? Itt van. Hogyha bekapcsolni. De az fényképezőgép. De itt ide be a budiba gyere. Na így most látszódik a kamera, ugye Borci? Budiba. Na hát nem tudom mi fog benne. Nincs oda beraktam ide a sarokba. Dobd le ide a hőmérőt. Kora! How you doing tonight? Kora! Kora. Ötös elmef. Azt, hír, mikora? Azt jelöljük be akkor, gyerekek. Várjál, ötös elmef. Fagy nem volt? Your husband is volt, here. Volt. Kora, are you long? Csontot nem találtatok? Jaj, getsz valami van. If you are the devil himself, show yourself. Kora, are you like bukkake? Kora? Nézem a kamerát egyébként. Könyved. Kora. Nincsen jelzés, tehát hogy még mindig csak ilyen egyes, jó, kettes. Jó, melyik kapcsolta rám? Faszom. A
könyvet be kéne hozni, hogy van a szellemírás, megnézem. Na behozom. Hozom, én itt vagyok. Ja. Lebasztáltak az ét? Úrva életbe, bazd meg. Megvan. Na, sercegések. Ura. Lesz benn valamelyben biztos. Ura, can you hear me? Az ajtót bassza! Hát csukd már be az ajtót. Itt van. Láttam a zöld pöttyüknél. Láttam, hogy itt elsétált. Ura, are you here? Hallod, ott sétált a zöld pöttyüken. Itt szabad szemmel láttam. Akkor most arra mit kéne jelölni? Az a... Doc. Igen. Az a doccos. Oni, akkor megvan. Nem, három van. Mi van még? Hát, mert meg fagyos hőmérséklet, meg az EMF. Volt. Igen. De EMF volt, ötös? Volt, ötös. Volt, kétszer is volt nála. Zsaki. Oni? Pont most idén. Vadászat hánkod. Van, gyerekek. Nem, nem, várj, túl kéne élni. Nem, gyere ki még, mert kilences... Pont meg volt. Gyere ki, szerintem... Gyere ki, ha mersz, köcsög! Szerintem engedjük el, nagyon jó volt. Gyere! Kell a pénzbort, ne felejtsd el. Bizonyítékok, akkor várjál, fagyos, EMF és doc, és akkor Oni. Buzilajt! Oni volt az a köcsög, ugye? Hát elvileg igen. Jó. Mármint, hát igen, arra gondolom. Ne kéne menni 25% alá valakinek a izényének. Hát ezt mondtam, hogy még... Na, akkor Feriké, mehetsz, mert neked van 68. Persze, Feriké, menjünk. Gyere ide! Hum vagy-e? Jövök be én is, nézd. Már itt a szekrény az már be van készítve, de már csak magad, megfogod, azt már húzod is magadra. Edd a húst. Kora, can you hear me? Ja, egyébként nem találtatok csontot? Csontot nem találtatok? Kora. Én körülálltam minden geci, sehol nem láttam semmit. Urubabát. Kire kivittem, mondom, megnézem, hogy mérges lesz-e. Jó, várj, akkor bemegyek. Keresünk már csontot egyébként. Én nem látok csontot, ezt nem tud bejelölni. Jaj, villódzik valami. Jaj, melyik csukta be a kijárat, jaj, belőszik kicsit. Most vagyok értek. Basszeg. Micsoda! Hagyjatok a kurva anyátokba! Ma bocsánat. Hát itt vagyok a gyerekszobában, azt megpengette a gitárt, geci. Gyere, hány százalékon van már Feri, bazd meg? Megnézem, vagy én megnézem. Persze, megpengett, azt mondja, megpengett a gitár. A más szeretné volna megpengett, vagy olyan bazd meg? Nem, csak megijedtem, bazd meg. Ide van támasz a faszt a falhoz. Túl jól állunk, túl jól állunk. Itt csak 60 jött. Na hát akkor még maradok. Feri, még mennyi, pengess meg vissza neki. Sétálgatnod kéne. Ah, megvan, ahogy hívják a csont. Itt vagyok amúgy bent, csak magamra kell basznom azt a szar. Le kéne fotózni a csontot. Megvan. Készültem. Hallom, miért nem tudom ezt a szart kinkni? Tada! Are you doing okay? Hallod? Mit? Gyertek csak a fűrbe, nézzétek a kamerára egy pillanatra. Jó, itt van valami, nem? Nézd meg a kamerát. Milyen kamerát, bazd meg? Ott remeg a izén. Nem halljátok, nem látjátok? De hol van a kamera? Hát ott van a kézmoson, ott remegett. Vettem fel, fog kéne geszni, mi? Na egy bűgyűn már, én már itt maradok a kézénél. Szekrényi. 61 százalék, Pető 63. De hát... Kamerát nem nézi. Hova kéne ezt várni? Hát a fürdőhöz kéne menni, hát úgy rakod le egy F betű, és akkor a balegeret hosszan nyomod, tudod pörgetni. Atya úristen, hova rakod ezt a kamerát? Best place ever. Valaki fölvette már a kamerát. Meggondoltam magam. Innen kintről elég vicces, össze-vissza dobáljátok a kamerát. Így jó, nem? Szia, Bence, minden faszra nyomjuk a fazmafóbiát. Papa. Földön van. Azt kell, nem azt kell. Az is jó.
Aha, hánt, jaj, valami éneke. Nem hánt, 8, 8, nem hántól, nem hántól, csak 8-as. Az a baj, gyerekek. Hát 8, aztán 9 jön. Nem, utána 5-ös jött. Ott van. Most hántól. Most hántól. Két hánt volt meg. Laki meghalt. Nem haltam meg. Nem, még nem halt meg. Kinyit a rohadás, megeszi ezt a lényt. Kinyitottam a szekrényt, és így elkezdett besétálni rám. De telik 30, az arcomba. Feri, 38-on vagy, meg... Menjél már meg összesétálni, Feri. Mennyinek kell lemenni? 25. 25, de az a baj, hogy az a baj, hogy az van kiírva, hogy a csapatod egyik tagja meneküljön a szellem elől. Most elvég elmenekültél, de rohadtul nem pipálta be. Nem, ez szerintem csak ilyen event volt. Ez csak event volt, nem? Nem. Nem, volt egy rövid szakaszon 10-es. De ez nagyon rövid hunt volt. Igen. Bebé Hun, kösz szépen a követést. Azaz. Ja, nekem is Bebé Hun, köszönöm szépen. Bebé Hun. Ja. Ide is be... bekövetkedett, köszönöm. Most is hántól, köszönöm szépen én is a követést. Hántól, gyerekek. Itt. Feri? Hát, nem tudom, helyszínt hújj, hánt. Húj, a szekrénybe. 32. Egyébként Borci, meg Pető, hogyha kijönnétek, akkor egyedül lehet, hogy sokkal gyorsabban lemenne neki. Na, szia, Feri. Menjetek, csak én majd itt maradok. 29. Az a baj, nem fogjuk tudni kifullozni, mert ha valakire ráhántolanak, annyi. Hogy a bánatba? 25, gyertek, Pető, Borci, gyertek kifele. Még egy picit, 23, akkor gyere kifele, Feri, 23. Hagy maradjon a gyerekben még, gyertek. Hát jó, csak ha meghalsz, akkor nem fogja kipipálni. Ez mi a fasz lehet csinálni? Messze egy szurkálni? Menjél vissza, jó, bent. Páram, de Bence, menjél be is. Lehet. Azt mondja, van bent bárki, senki nincsen bent, csak szólok. Nem adta meg, nézd, pedig 23-24%-on vagy, most is 20. Átlagonak kell annyinak lenni. Hallod, csak Feri, te kenyítottad ki a... Mit? Én itt vagyok már kint. Fürdőszobában csapot? Nem, a szabátja volt. Amúgy az átlagnak kell 25-nek lenni. Ezt nem lehet beszurkálni, nézzem ebben a játékban. Jaj, a csapatnak. Jaj, akkor azt így van, a csapat átlagos elmállapota. Borszéd meg szurkáltad a bábút, hogy nem? Nem engedi. Na, akkor hagyj egy, gyere inkább kifele, ennyi is elég nekünk. Elvileg tudjuk, hogy ki az. Elvileg Oni lesz. De egyébként a DOTS Project az megvolt, fagyos hőmérséklet, meg hőmérő. Hát ez mi a... Jézusom, milyen hídba mész? Bejelölte mindenki az Onit? Annyira gagyi ez a játék volt. Borci, bejelölted a... Onnét, jó. Mehetünk tőlem Demolding Gist is, hogyha akartok. De jó van ez, mennyi kell a faszomat. Az a baj, nincsenek jó szóc. Nem félhetnék, ha van, nem ez a beszéd, jön a pénz. Vagy szint lépések, minden. Nagy komoly zék? Hát ő micsoda fényképeket csinált? Hallod már, mit akarsz? Mit akarsz, öcsöm? $740. Ezt hol lehet látni a fényképeket? Kijössz kívülre. Kijössz, és akkor elveg, amiket most összeszedtünk, csontokat, azokat ide teszi a polcra. Itt van, nézd meg, itt a baba is, amit találtatok. Ja, fasz, tényleg. De ide kiosztam. Igen, most az van egy picit. És hol vannak a fényképek? Fényképek itt vannak ezen a falon. Már mindjárt on lesz. Nem, itt szavaztam. Vannak. Ott a medence csont, ott van valaki a szekrényből fél ez, kiló. Ez a balas, az nagyon jó lett, bazzá. Zene legyen? Zene. Elindulj a tánc. Milyen zene? Nem halljátok? Most amit belüttünk, elmogtunk mindent. Nem halljátok itt a zenét? Igen. Egy lámpát elbújtunk. Zenét nem halljátok? Nem. Hát gyertek, itt van az asztalon a zene. Legyen tánc inkább. Most én is hallom, mert rákattintottam. Én is hallom, mert elindítottam YouTube-ot be. Na. Most
lassan be tudjuk kamerázni a házat is. Ó, itt vannak a heti feladatok. Szerez tökéletes nyomozási járó bónuszokat, gyűjts csontokat, készíts háromcsillagos lábnyomfotókat, nagyon jó küldetésmódba teljesíts megbízási 13 Willow Street 50 000 király. Otthon. Napi feladatokból már csak egyetlen egy kell, ami az az, hogy választ kapna a Spirit Boxba. Mert a következő ház. Oké, okay. Várjátok, ne a következő ház legyen. A Campwood legyen, az nagyon jó. Beszarunk majd. Jobb oldalt alul. Egyik a börtönbe. Az nagyon nagy. Az nagyon nagy. Ott beleőrülnénk. Campwood az jó. Aha. Na várjátok, válogassuk ki. 2 docmérő, 2 elmef, könyv, spirit, hőmérő, UV lámpa, 4 videókamera. Mi a faszomnak ja, annyi? Kell annyi, bazd meg. De az a baj, hogy az a baj, ha meghalsz, bukod. Ha meghalsz, bukod. Igen. Vigyünk kettőt. Nem. Fényképezőgép, 3 darab nem kell, bazd meg azt, hogy bukja úgy van. Miből kell 3? Szerintem annyi lenne az értelme, szerintem mindenből az alap. Mindenki fog, hát okay, valami 3 tárgyat, meg kéne 2 kamera. Hát, hát jó van, kamera. De akkor én hozok egy fényképezőt, a többiek rakják vissza a fényképezőt. Akkor én kiveszem az anyagot. Jó. Nekem nincs is bent semmi. Én sem raktam még belófasz se. Nem is tudok. Na most nem, okay, tudom, nem tudom elvenni, hogy kivel. Azért, hogy fancyk legyünk, lehet 3 EMF-re rohangálni, vagy 5-en, érted, de nincs értelme. Jól van az anyag. Hogy mondjam, már felé fancyk legyünk. Hát nem. Én iszok. Ez legalább látszik. Na akkor indítom. Hallom a zenét még mindig. Ezt elbukta Joker. Majdnem be a teget. Lori. Lori-nak hívják. Ja, már bemegyünk. Meneküljön a szellemtől. Csapat. Találj elmep mérővel aktivitást. Na. Ott lesz szembe izé. Trafó menyó. Fényképezőt hoztatok, vagy vihetek egyet? Van nálam egy. Vigyél, viszont a kamerát. EMF kinél van? Nálam. Nálam van. Irányt valaki az éjjel? Trafóhoz? Nem. Csak egyenesen kell menni, és jobbra a második. A piros sátor mellett jobbra. Piros. És valami szembe van egy piros, és jobbra. Elvileg megvan. Lori. Ház Tidnek hívják. Loli, itt vagy? Ez mi volt? Szóval, hogy leraktam ezt a kamerát, Gertz. Gyere, Warca, nézd meg. Hol vagy? Látszik, nem most kezdtem. Tákkalod már a home videóiddal, bazd meg. Figyelj. Vaj, álljál oda, Petri, álljál oda. Más oldalról. Ja. Egészség. Köszönöm szépen. Úgy. Ide néz. Cheese. Ne fotózzátok, mert csak 5 fényképet tudsz csinálni. Jó, úgyis meghalok mindjárt. Na, keresünk akkor. De Lóri... Hogy kell felkapcsolni, hogy fel van? Lórika, hol vagy Lóri? No, álltok, amúgy nem hívogatni kéne elsőnek, hanem széjjel nézni, nem? Hát, jó. Mi kell keresni? Hát, jelzést kéne néznünk, vagy csontot keresetek, hogy lefotózzuk. Sátrakat itt ki lehet nyitogatni. Ez alapból. Nem, hát hogyha a hőmérődön... Nekem én nem látom a lejátszont. Le is kapcsoltam a generátor. A generátor az szén kapcsolat. Itt van egy fényképezőgép, kéne ide nekem itt a sátorban. Itt van a csondarom. Itt van fölött szembe. Nézzük, menj arra itt. Vagy maradj ott. Van hasznom, bazen, hihetetlen. Na. Most már meghalhatsz büszkén. Az EMF az kinél van? Nálam. Hát egy kicsi ingadozás van itt. Merre? Nem, semmi nincs túl oda. A kamerát hogy lehet bekapcsolni, amikor le van dobva? Bekapcsolva rakod le. Be van kapcsolva. Amikor kezedbe veszed, már be van kapcsolva. Amikor lerakod, már kapcsolja. Igen, kicsit milyen néz ki, hogy behajtja az éj, de működik. Itt a shedbe. A budiba vagyok, az meg. Az. Itt valami nagy buli lehet, mert mindenki itt hagyta a telefonját. Megbaszták őket? Hát, van. Egyesre fölmegy itt a budiba, de hát... Hol a budi? Itt a generátor mellett.
egyes a fejemegy. Papa? Nem itt van, mert itt volt fagyos. Nekem nem megy fel sehol. Egyesen ingadozik. Én készülőket hoztam. Kapcsolod be. Ja, hogy nem volt bekapcsolva. Jobb egérre kapcsolod be. Itt vagyok bent, itt egyes van folyamat majdnem. És itt mellettem az épületbe. Mindjárt megyek. Jó, nem rajta múlik, hogy túléljék-e az meg. Mi volt? De, négyes. Aha, akkor itt hármas. És van izé, ezt be is pipálhatjuk. Fagyos négyes. How you doing, my friend? Jó, ja, tényleg beszéljetek hozzá. Nem megy fel, csak négyesi. I can see you. Ami kéne fog beszélni, ezt nézzétek, megnézem. Ki a faszom? Bárkinek. Bárkinek beszél. Hallott, dobott egy üveget, itt ezt az üveget most eldobta. Na, hát akkor idd meg. Azért dobta oda. Azért dobta, hogy idd meg. Ezt az üveget eldobta a köcsög. Váltjuk MF mérővel aktivitást, az meg. Igen. Itt van aktivitás valahol. Ide kéne valahol. 65%-on vagytok. Hát az nem olyan jó. Lepettem oda egy kamerát abba a sátorba amúgy. De ne a sátorra, be ide tegyed. Itt négyes szintű ez. Mármint oda, ahol... Júj! Júj! Gyere, papa! Gyere, bazd meg! Bejövök. Leveszem rólad. Ah, vedd le az átkot. Leveszem rólad az átkot. Hallod? Van szellemgömb. De nem akarom mondani, de itt volt a hátam mögött, és még lám is, hogyha belefült a fülembe. Azt mondta, puszivágy. Nem, azt nem mondta. Ultrai baját hoztunk? Hoztunk. Ott mi szellemgömb jelent. Ja, várjál, vegyük össze, mi van akkor eddig? EMF mérő, 5-ös nem volt még. Nem volt. Fagyos. Fagyos van, meg szellemgömb. Álljál meg, tarts, vesz vissza közön. Vizére. Hú, bazd. Nem lehet fényképet csinálni, de egyszer. Nem. De ne csinálj fényképet, csak 5 darabot tudunk el csinálni. De csinálj fényképet. Yes. Fotózgatni. Hol vagy? Kidálnak a fényképet. Hát, izé, ez party, ez áll. Úgy. Ready? Csoportkép, gyertek, srácok. Most ingyen van. Azt felé, hogy oda ment egybe. Papa. Gyere, a Matrix-odat is hozzad magaddal, bazd meg. Úgy. Azaz. Ready? Mert a Pető azt mondja, Pető benne van a fejed, Ferinek a májába. Így jobb. Megvan. Where are you? What are you? Would you like a cup of coffee, mate? Bekapcsolta, ez mi a fasz? Megintáltad a spam, az meg azt hiszem, hogy így ott. Do you like my music? If you're gay, say nothing. Begyújtottam, mi a szart sem. Hogy csinál, mert kávézőgesz. Kettes, hármas, négyes szintre megy föl csak. És itt bentét? Úha, négyes szint. Csír! Hantól. Don't cry. Meghalok. Here is Pető. Lehet, hogy 5-ös szintű is volt. Igen. De mi a faszért Hantól így amúgy? Nem értem. Pedig én csak egy kávét akartam főzni. Ki kurva szar kávét főzött, hogy bozzák. Szerintem volt 5-ös szintű egyébként az elme. Nagyon ugrált ott. Pém, a kamera nem vett fel semmi? Az nem lehetett a semmi. Megint sír, gyere kifele. Belecsukva. Beragadtam! Bújjál le! Látom, ott fut. Ez hatalmas. Meg fog szállni, Borci. Nem, elbújtam. Megy a felé. Itt van rajtam. Beragadtam, meghaltam! Fej, nem olyan csúnyán nézel ki. Most rakjátok meg, hallod? Ne a tüzet, Ferit. De én elmenekültem, bazd meg. Én is most.
Gyere. Isten, el akart kapni. Látod, én kint ottam neki az ajtót, geci. Szerintem menjetek, hallod, ez nagyon durva, nem ez a szellem. Ez nagyon gagyi ez a játék. Mi az, hogy üldözött minket is? Na, nem értem, bazd. Hallod, nagyon szarú vagyunk. Ez nagyon durva, hogy hát lehet. Nem. Ötös tegyük be, bazd meg. De akarjátok, hogy pedig utána Demonologist-ra. Hallod, vagy... Hallod, azt nézzétek meg, hogy a szellemek mit tudnak. Ha jól tudom, a legdurvábbot keresétek, de az vagy a Yuri lesz. Ez a pehors is kell. Várjál, Yuri. Aha, tippelek. Igen. A Yuri az izi hatás van az emberek nyugalmi szintjére, és nekünk nagyon rossz. Szóval... Szellemgőm, fagyos hőmérséklet, DOS Project. Szerintem Yuri lesz, amúgy. Mert mindenkinek nagyon lent van izi. Már nem tudom, hogy a többi milyen. Inkább maradjon a kocsiba, azt nézzünk a Dodson. Hogy lesz-e. Ha lesz, akkor Yuri. Ott van, a... ja, azok mi vagyunk, geci. Az melyik az Onryo? Hát, gyerekek. Pipáljunk be, azt menjünk. Jurit szerintem nyomjátok be. Mi ez a reverant? Mit tud az a reverant? Ó, nem biztos, azt írja, a reverant egy erőszakos kísérlet, amely válogatás nélkül támad. Alapvetően lassan mozog, de vadászat közben elképesztően gyors. Vagyos, ezért benyomtuk már? Hallod? Halljátok? Erőség, amikor az áldozat vadász sokkal gyorsabban mozog, mint általában. Ő hát? Sem, mert nagyon háromszor hántolt egymás után. Hát elég durván hántolt gyerekek azok. Mindegy, nyomjatok valamit, már csak elveg nektek fogadja el, nem? Vagy nekünk is elfogadja? Mert a demóban nem vállal, nem. Én a reverantot nyomom. Jó, akkor nyomjuk azt. Gyere, borc meg. Kijövök a reverant, akkor kijövök. De ez nagyon durva volt, hallod? Két fingás röcsén megölt titeket is. Mehetünk? Onnan csak jött ki egyébként a kávéfőző mögül. Olyan, mint a gin. Ezért bőtt igazán, kávéfőzőben. Hantú volt. Bazd meg. Ez kamu volt. Van. Mi fotókat csináltam? Ó, mozgásérzékelőt, meg valami pénzt kaptam. Szintlépése. Párapáparap. Várjátok, mi ez? A táblátról oda tudsz menni a fotókhoz, vagy... Hőmérő, UV lámpa, videó, zseblámpa, EMF dots, Spirit Box könyv. Hol vannak a többik, amiket kipipáltam? Menjünk ide vissza, ez jó volt amúgy, nem? Visszamehetünk, mozgás, azt hiszem, hogy a mozgás érzékelőt miért nem rakta be? Ez a dodsz amúgy mire jó? A dodsz az arra jó, hogy amikor ki van vetítve az a zöld kis pont genyók, akkor ott látni tudod szabad szemmel is a mozgását annak segítségével. Ja, hogy akkor ezt én folyosókra lenne jó kirakna, meg ilyenek, nem? Hát ja, hogy lekapcsolt fénynél, az úgymond, ja, olyan, mint hogyha lenne itt egy háló, amin átbír menni, és akkor látod, hogy ott van. Fényképezőgében majd én háromban, nem tudom miért. Megijedtem el? Hogy ijedtem volna meg? Dehogyis, hogy szed a szarjátéktól? Majd mindjárt felrakjuk. Egy olyan játékon nem lehet megijedni, bazzeg, ami szar. És fejlégesít, mielőtt megijednél, bazd meg. Olyan gonosz, hogy hogy lehet neked mondani erre jó játék? Na, így elítélni. Papa, ez nagyon szereti bazdint pódiumon állni. Megvan, hogy te ott álltál? Pető, megnézzük a képeket. Mit dobálsz? Nem lett jó. Azt néz, Pető, dehogy nem jó lett, bazd. Nem vagyok rajta. Viszont nem vagy rajta. Melyik az? Hát a középen ott vagy, bazd meg. Hol? Borral a kezébe, a üveggel a kezébe, jobb fölül borozik valaki.
Hogy gyertek, pipáljátok. Fönt meg valakit unatkozik. Ez a szellem. Aktív nagyon. Elme fölt. Hogy a bánomba fogtad meg? Pisod hát ezeket a szárokat? De itt van a soporkét, nem igazán látjátok. Hol? Én nem látom. Nekem a felső sor közepe. Nézzel a szülimre. Nekem nem ilyenek vannak. Ott van, nagyon nagy csoportképek. Ja, így már láttam. Az a papa, beborult a sarokba. Hol vagy te? Mi borult be? Ott fent. Lehet nálam látod, csak nem tudom neked milyen képeket mutat. Nekem csak olyan van a jobb felső sarokban, hogy valaki piát iszik, meg mögötte valaki hőmérőt mutogat. Én vagyok a hőmérős. Nem be ebbe menni. Menzem a... Na, nem megyünk? Hát nektek kéne bepipálni magatokat. Nem, kapod, hol vagy? Mindet is. Hova lehet geci? Mesélj addig, Borci, milyen lett az új vibe, milyen az új Tarkov. Én nagyon szeretem. Na, gyertek! Egyáltalán nem játszottam benne. Gyertek, gyerekek, én készen. Én már készen vagyok. A izéhez hasonlítsd, az előző vibe állapotához. Geci, Pető, gyere ide! Hol vagy? De gyertek már, nyomjátok már be magatokat. Gyere már, Pető! Hol vagy? Pető! Figyelj, így nézd be úgy, hogy jobbra lássad, mi van ott. Látod a nénit? Ott denszel, geci. Hol? Misszi, hol? Hát ott van bent. Szobába. Itt jobbra a sarokba, bazzen. Nem látjátok? Szerintem te be vagy tépve. Látom. Mit? Valami szellem, de be van zárva. Ja tényleg, ott van valaki, így rászkódik. Ideges. Na, pipáljátok be magatokat. Pipálj már egyet, Pető. Pipáltam. Keményen. Újra kiránduló helyre jöttünk, valakinek beleláttam a fejébe, nem volt jó érzés. Ez mi a bánat? Mozgás érzékelős. Aha, hoztam ilyet is. Kurva jó látok most már nyugra, bazen. Valakinek nem vissza. Kurva szállat. Na? Betty Lewis, bárkinek válaszol. Na go! Betty, MF mérőt, I az... love you! Hozok én egy MF-et. Van. Nálam is. Hogy működik a mozgásérzékel is? Hát lerakod ugyanúgy, mint a kamerát, az pittyeg aztán, vagy csipog, vagy nyitta meg. Igen, az úgy van, hogy lerakod egy olyan helyre, ahol tudod, hogy ott van a szellem, és akkor ha átmegy a szellem ott, akkor elkezd csipogni. Ja, de várj, ezt izen kell. Itt a csont. Lefotózom. Ez mi a tököm? Van valamilyen ajándékpaket. Ki ledezik? Ez mi a tököm? Nézd meg! Itt! Fölvettem egy ilyen ajándékot. Júj! Nem polgeci. Meghaltam. Ez egy kicsit agresszív volt, nem? Hallod? Nem, lehet, hogy én miattam volt. Felvettem egy ajándékot, amit megnyomtam, és elkezdett zenélni, és abba jött. Így dobtam el a átjárónál. Hát kíváncsi vagyok a fényképekre, hogy most sikerült olyan képet csinálni, ami rajta van a szell? Nem, csak a csont vett, de rohadik nem adta be. MF-férő aktív. De nem volt ötös, azt nem is hagyom itt. Onnan jött ki a hátsó sátorból, egyenesen. Hogy nem a bánatba váltasz kamerát? Innen jött, ahol most vagytok. De itt amúgy nekem ilyen hármas volt, mielőtt elkezdett téged hántolni. Hát itt van a földön. Ez a szar. Felugrott négyesre. Valahol itt van a földön az a zenélő genyók. A szedjétek föl, csak kíváncsi se, hogy most... Hú, van ez a szar.
Itt kéne valami, ott, azaz. Nyomkod meg, Feri. Nyom meg. Nem bírom. Jobb egér. Nem bírom. Elhasználta szerintem. Akkor ez lehet, hogy olyasmi lehet. Akkor ez lehet, hogy valami olyan. Ezt vitt ki a kocsival. Ide, meg más. Próbálja meg más. Idehozom nektek. Ne, én nem nyomogatom, hogy... Na, nyomogassátok csak? Nyomogatom, mindjárt adok valamit, azt nyomogass. Itt a földön nyomogatom. Nem. Ezt vitt ki a kocsiba, hallod? Vitt ki a kocsiba. Vitt ki a kocsiba, mert ez lehet, hogy olyan, mint ez a baba. Mint a baba. Nem, ez olyan lesz, mint a baba, amit ki kellett vinni, és benne volt a... Jobb egér gombot nyomjon. Nem enged semmit. Akkor az szerintem... A kocsiba. Szerintem ez olyan ajándék volt, amit így... Megint varázsol. Ajaj! Milyen kár. Nem tudom nektek kinyitni. Itt jön a kisasszony. Ott van valami. Jó, én raktam le a kamerát szerintem. Amúgy nullát. Ja igen, felé elfelejtettem mondani, hogy feléd megy. A kurva életbe. Kamera szerintem felvette. Hogyan lehet átvenni a kamerával ezért? Potozzátok le a hullát. Potozzátok le a hullát. De fotózzátok le a hullát. A többiek csak úgy el vannak érted. Kivegy. Lefotóztad? Nem, nincs nálam fényképezem. Itt van már nálam. Mi nincs nálad? Fényképezem. Halljátok? Igen. Ki van ott a tűznél? Tűztől jön el? Aki a kapun? Borci volt. Valaki jöjjön már vissza a kapuhoz. Valamelyik kötök. Az tudja, hogy átment a kamera előtt, bazd, ezt nem vette fel? Aki jön most a kapunál, az jöjjön át túloldalt, abba a sátorba. A tábor tűz mögött a sátorba. Ki az a csávó? Nem tudom, melyik őtök az? Hova? Hát, hogy biztos engem szó szerintem. Gyere. És itt bent a sarokba, az asztal mögött, a dobozoknál. Balra. Visszafele. Nézd, állj meg. És arra merre nézze pont, az asztal mögött. Van egy fölirat, látod? Igen. Az van odírva. Nézd ki egy hálószoba ablakából. Gető! Itt van, geci, meghaltam. Nézd ki egy hálószoba ablakából a falra, a pince feletti ködben, minden kiderül. Hogy mi? Hát itt nincs is hálószoba, bazd meg. Pető, mennyi kifele? Ugye már, összeké. Nem tudod összedni ezéket? Pető, mennyi kifele? Ahogy szellemként ti láttátok, mi nem láttuk. Hol van az? Van, meg van még a kiírás? Ha, igen, kérem. Itt van. Itt van a sarokban. Ott van hátul, és van ott egy ilyen... Itt a szöveg. Jaj, de durva. A pince ez feletti van... köd. Hol van a pince? Meg mi ez a jelzés? Olyan, mintha egy kislány cofokkal ilyen ostorral a kezében lenne, vagy nem tudom mi az a jelzés. Ez lehet, hogy valami másik helyen kell majd ezt megcsinálni. És ezért kapunk valami bónuszpontot. De meg én úgy emlékszem, mint a campnél van nem... Van egy ház hátrébb. A campnél... Húcsnál. A campnél itt nem volt egy ház, amúgy. Úgy emlékszem, hogy volt. Azt mondja bennem, hogy van itt egy ház valahol, és láttad alatt van egy kulcs. Nézd ki egy hálószoba ablakából a falra. De hát nincs is itt ház, amelyikből a hálószobában. A pince feletti... Ködben. Mindenki kiderül. Itt a ház balra, bazd meg. Hol? De ez nem az? Miért nem ez van faszom? Ez csak a lézer, amit mi is be tudunk kapcsolni. Látod, hogy mint szellemként bekapcsolod a... Nézd meg. Ha? Tényleg. Szellemként legjobb lenni, lehet smitten mindenhol, bazd meg. Mi jó, akkor kijövök. Főbeállt, hogy jobbra kell menni. Nincsen, bazd meg, benzem. Várjál. De itt nincsen hálószobás, hát szerintem ez tudja, hogy más épületben lesz, vagy más helyiségen. Ez szar ez a játék, az... Dehogy is, ezt ki kell találni. El kéne néznünk azt a jelet, az valahol tudja, hogy az a ostoros kislány, az tudja, hogy van. Jelöljünk valamit addig. Mi volt eddig? Fogyas tehelet, semmi más. Jó, és akkor mi volt még? Nem volt ez a más kis, az a dot, nem. Ugye a Spirit? Nem, az nem volt. Vagy Oni, vagy Yuri. Valaki nyomja Yurira, valaki Onira. Nyomok Yurira. Ki nyomja... Jaci, kamera tűnt, hogy felvett, hogy így szaladgált felé, bazd meg. Az nem számít semmit. Valaki nyomjon Onit. Én nyomtam. Nyomtam én. Az élő ne jöjjön most már be, mert tudja, hogy hántolni fog.
Menjünk kifele Pető vérbe. Úgyis játék. Neki teljesen mindegy, szerintem. Mi úgyis szellemek vagyunk. Kíváncsi vagyok ez a, amit kihoztunk kis dobozkát, hogy az mi a túró lehetett. Az megy a vitrínbe biztosan. Szerintem is, mert én azt mondom, a kezembe vettem, megnyomtam, elkezdett zenén, és egyből a szellem előttem megjött. És meg is öklözt a luka. Minden nulla. Hát, geci. Ez van az a játék, nem mondtam. Tegyél bele, bazdmeg, végtelen mennyiségű játékórát, hogy megtanulod ezt is, bazdmeg. Miért nem lehet valami casual-t csinálni? Lehetne váltani, hogyha lenne valakit, aki ért hozzá és elmagyarázná, hogy mi a lényeg. Múltkor ki volt az, hogy leosztott, mint egy gecibe? Valami csaj. Minden, de hát... Várja, nézzük már meg. Ott van, hallod? Itt van az a szar. Ott a zenedoboz. Szart megtanulni. Kitalálta oda a néva? Monkey Pay. Ez igen. Music Box. Elfogyott a fényképezőnk, ezt raknak így be. Megnézem, rakjak be? Ja. Melyek egy utolsó, menjünk a prizorban, mit szóltak? Az nem jó, az túl nagy. Akkor basztán meg. Akkor szopjatok le egy lovat. Akkor szop, kevaszok. Ott van a másik campsite, mit szóltak? Három lépés után bazdmeg, milyen anorexiás faszon karakter ez amúgy? Bár össze... Azért nem tudsz szaladni, mert összefostod magadat, és a szar így összeragadt a gatyádba, és nem bírsz nagyobbat lép. Hát de meg hogyha jön érted egy ilyen lassú szellem, azt te csak úgy elsprintegetsz előle. Hoppa, az. Az a baj a prisonnál, hogy két emeletes és 29 szobás. Majdnem rámenniket. Ez a szárny, ez nem jó hely, amúgy elég ijesztő. Melyik? Ez a szárny a prizonnál. Beledobtam! A szárny, hát de biztos, hogy ijesztő, de gondolom már, hogy kettő emeletet, és 69 szoba van. Á, passz meg! Akkor még a prison is jobb, mert az legalább két emeletes, csak 29 szoba. A John nélkül, láttad? Nézd ebben a felé, ott van benne. Nem túl, bassz meg. Na, nem is olyan rossz az a játék, mi? Nézd meg! Melyik Cianos lehet az a... Van. Kíváncsi lennék, hogy melyik lehet az a jó ház. Jó fazmó? Nem tudom, van-e olyan, hogy jó fazmó. Az is belement a munk. Valakinek ki kell még peppálnia magán. Hát, már sokkal jobb játékot találtam, bazmó. John nélkül, geci, jó, oké, Michael Jordan, kész, ennyi. Ettől kapd-e? Valakinek kéne jönni... Jövök már, csak hát ebben a fos játékban nincs a stamina. Akkor lehet, hogy itt lesz hálószoba? Ez a játék nem lehet fun. Nos, nem lehet fun. Egy szar játékban ugyanért a szarnak kell lenni, bazdmeg. Margaret Barton. De csak egybe lehet élettelen szar, kettőre már nincs energia azért. Na igen. Fényképezőt hoztatok? Nem. Nem. Akkor hozok én. Fényképezőt, meg hozok egy kamerát még. Hozok. És úgy hívják, hogy Margaret Barton, és egyedül lévő embernek válaszol. Ez a most spawnol be a boss, mert ő droppolta. Nekem is. Na már a rádió, már megy itt a sátorba. Margaretnek szólja. Itt van, itt ez benne köcsög. Margaret! Nem egy magunk vagyunk, várjál csak EMF. Aha, EMF. EMF 3-as. Ott már 3-as? Itt rádiózik a köcsög. Kikapcsoltam. Miért kapcsolt? Na, itt van egy ház fixen. Benzem, erre gondolt. Jobbra kell menni bejáratba. Láttörő, alatt van egy kulcs. Ki beszéljedik hozzá. Margaret. Generator-t. Are you here, Margaret? Margaret Thatcher. Thatcher, te vagy az, Margaret? Öcskölős Margaret. Hopp, oda nem bújunk be. Nincs nálam olyan kis rádió amúgy, szóval. Generátor, hello, az hol van? Hello, I come with peace.
Kurva nem itt van bennem. Nagyon csöndbe vagytok, itt baszott meg. Jó vagyunk még. Nem el fizik sütni a sátra. Akkor bezártam volna bárki jövő után. Ez milyen játék itt? Van itt baseball ütő, kosárlabda, bowling. Valami karikát lehet dobálni, és vannak itt ilyen kék és piros színű offset tasakok, az melyen? Hallod? Itt egy ház tényleg. És be tudsz menni? Kiderül, de hát nincs a stamina a szarva. Ott látsz egy pincét fölötte között, ott minden kiderül, azt mondja. Igen, ki kell nézned a... Ki kell nézned. A házat. Meg azt írták, hogy... Mi a bánat van, he? Meg azt mondták, hogy ki kell nézned a hálószobából. Mi hálószobából? Az volt leírva, hogy a hálószobából a kinézel a far. Hát honnan tudod, melyik az a ház? Nem mentetek vissza izével? UV-lámpával, vagy elolvassátok, ott van a szöveg? Emeletem van. Na jó, benzom, nem. Tudod, hogy be fogsz fosatni, köcsög. Felmegy az emeletre, de... Hálószobából kell kéne. Pető, itt lennél valami jobban életem magam, tudom. Jövök. Jaj, kattogja az óra. És van a korridor. Lone do. Hol vagy te magad? Hol vagy hálat? Szia, Jáka. Térs hálat? Nem. Nem aztán térs hálat. Discord van. Discord. Jó, bejöttetek már? Dehogy jöttünk be, hova? De gyere velem. Én azt tudom, hogy ahogy beléptünk az első sátorban, bekapcsolt a rádió. Meg hármas volt az EMS. Mi volt a felirat? Gyere fel, és a hálószobából mit csinálja? Nézzék ki a falra. Nézzék ki az ablakon, a pince fölött, a ködben minden kiderül. Hallod? Ködben. Ha. Jóval nincs köpető. Van remélem, hogy a drótkerítés nem vág meg, mert nem hoztam magammal a kötszel. Hozzad. Van nálad szele van? Fasz! Fűrőszobában kell van csinálni? Bokorba, basz meg. Fuck you! Fagyos a leellet. Itt van ez a köcsög nálam, srácok. Majd beszélek nekem ingyen. Kurván faking fool volt. Can you hear me? Hallod itt a mobilja. Are you here? Nem ebben nyúljon, bazd meg. Te mit dobálsz? Are you here? Te raktad le azt a lézert? Aha. De itt bent fagyos a lehellet. Hármas az EMF, és itt ez a rádió. Így bekapcsolt, amikor elején jöttünk. De benzen mondja, hova kell menni? Nyakam nyúljon keresztbe. Nincs sablak, bazeg, amit kilátsz. Azok benzem, csak elhozza a mézes madzagot, utána meg lelé. De tényleg, geci. De most nincsen elmefagom. Ja, hozok akkor még be ide dolgokat. Jó, hát nem tudom, addig próbálkozok beszélni vele. Itt meghaltam mindig. Hallod, mekkora gyökér vagy, bazeg, beküldtél. Can you hear me? Ködből szopja ki a ködet. Hallod, ez basztatja az ajtót, ez itt van. Azt a kis elhúzós kis ponyvát. Hozok neked egy füzetecskét, hát ha ír bele. EMF, kettes EMF. Van már itt egy füzet, és ír bele. Nézd, raktam én már ide le egyet. Tényleg ír bele. És ír bele, és dobál is valamit. Nem, mert nem tudom, hol vagy, ott meg. Mi csinál a víz? Ez mi? Mi ez? Ez víz. Ki meg a stégre, bazd. Hallod, peca? Hallod, a docet azt hallod, hogy ide a földre kéne, hogy bevetüljön ide, nem? Vagy nem is tudom. Bazd meg, itt van valami, Pető. Aha, azt látod? Ide kellett jönni. Bizonyítékok, azt mondja, fagyos volt. Ez izé, nem? Meg írti szellemírás. Van fényképeződ? Hú, vagy tök, te teljesen másik szellemet üldöztek.
kéne fenyképezünk. Bazd meg, Petri, nem osztál? Mi volt a neve a papa? Margaret Barton. Beszélek vele. Hallottam. Margaret, can you hear me? Az a fényképező. Kapcsold a világítást, már látok egyébként kamerával. Are you friendly? Margaret? Hallod, ezeknél is van kamera, látom, hogy futkároznak vele a kezükbe. Mi? Igen. De láttad, hogy mit találtunk a vízbe? Nem. Give us a sign. Mutasd. Ugye lefenyképezzük. Give us a sign. Aha, itt van. Beszélt. Na most ne üres meg, geci. Mondtam neki, hogy mutasson valami jelet, azt így, azt a elhúzós gecit a sátra így megbasztatta. Biztos, hogy már van mókus szopat? Meg hát még ide beraktam egy füzetet, azt írt bele vajon a mókusot. Meg bekapcsolt a rádiót. Akkor van apa, van még ott kamera? Van szellemírás, meg van fagy. Hát ő ott megvászolt. Látom. Ja, ott van egy... Ja, hát ez hogy hívják? Az az, Bence. Köszönöm a tisztamúgy. De amikor oda mentünk, akkor jött fel a víz felszínére. Ez valami storytelling van, bazd meg. Story? Hát nem ismered ezt a maszkot? Itt 1984. Jön. Ugye már, Feri, menj már a faszomba, bazd meg. Fényképezni megyek, nem élek rá ilyenekre, hogy... Beledobogott a fülem, amíg nevetett a kislány. Hát ő eltévedtem, bazd meg. Várja, most... Azok meg eltévedtek az erdőbe. Most beledobogott. Hú, geci, jön mögöttem. Felment egyesre. Pető. Ebből baj lesz, more. Fényképet még ott csinálj már, meg azt a kis puszi spét, hogy adja ide a játék. Nézd meg egy kicsit ezt a kamerát már, hogy jól. Mutasd meg Ferinek, ha ott van. Mi van ott? Csörög a telefon. Ne vesz fel szerint. Mobiltelefon csörgök. Maga, hol? Egy ház, hol volt egy mobil? Hogy hívják azt a csajt? Valami Margaret. Margaret. Beszartam véletlenül, elrúgtam a kezemből az izét. Margaret Barton. De csak egyedül lévének beszél, szóval le kell szakadnatok egy. Hát akkor Pető, így hagylak, szevasz. Beszéljük vele. Majdnem. Látom, hogy javétok valóban. Van kint teke, bábú, Boris, de mind. Benzom, bazag, akkor a köcsög vagy egyébként. Figyelj, ez szétütöm bazag. Hogy borítod el mindet? Oda kell menni, el kell izé, fel kell veszegetni őket, nem? Be. Ez mi volt? Nem tudom. Azt szerintem a mozgásérzékelő hangja, nem? Igen. Azaz. Azaz, az világított, mozgásérzékelő. De a kamerán nem volt semmi. Nem láttam én sem, csak annyit, hogy világított. Hol a mozgásérzékelő? Látjátok a kamerát? Ez pont jó szög, még látom a Ferit is, hogy hopp, most nyitotta meg a sátrat. Mozgatja a sátrat. Ott jöttök. Ott jövünk? Itt vagytok, itt fényezek. Fény. Na nézzétek, már... Az meg menj már, kiütött ötösre. Hallod? Szikrázott a lámpa, levert a biztosítékot. Láttam. Végre megcsináltuk, hogy... De... Ja, most kurván nem az a izé, mi 25% alá kell menni. Ilyenkor, amikor hárman túlélünk egy támadás, ilyenkor nem vagy, nem az ötlet. De várjátok, beszéljük már, hogy mi volt. Hát elvileg szellemírás, meg fagyos, ja. Igen. Szellemírás, meg fagyos volt fixen. Ennyi egyelőre. Írt a könyvben, meg fagyos a lehellet. Ott van egy mozgásérzékelő, ami néha bekapcsol, a rádiót is most bekapcsolta. Is ja, most is bekapcsolt a mozgásérzékelő. A rádiót is ez egy ötös volt, amúgy árny lesz, srácok, féljetek. EMF 5-ösre kiütött az előbb, szellemírás, fagyos hőmérséklet, az árny. EMF 5-ös, honnan tudod, hogy 5-ös? Már kezemben volt az előbb, ahogy jött. Hát de miért nem mondtad akkor? Mondtam, csak te azt mondtad, hogy pukkan a izé. Jó, azért az érdekesebb volt, valljuk be. Hát akkor de akkor nem menjetek be, akkor árnyat nyomjuk meg, azt menjünk jene, inkább. Menjünk hát most kifele. Ugye. A csőborc. Szevasz, Benzema. Ne.
Én meg nem jelöltem be, bazd meg. Jó. Bazd meg, papa. Benyomtam már. Itt kint szotyisztál végig. Nem, hát hokiztam a monitorra. Azt mondom én is. A Jason maszkra oda csapta benne. Igen, igen. Morói volt. Megbaszom, de ez hogy történhet? Most meg Malosz, is nézni. Valaki szerint nem mondta. Mi? Fotók, nem volt fotó. Szellemek, morói, az mi a kurva? Ez akkor mi a kurva? Az meg Benzemára, innentől kezdve nem hallgatunk. A morói visszatért a sírból, hogy elszívja az élők energiáját, köszönöm, hogy elátkozó az áldozatot, ami csak úgy gyógyított, hogy nagyon távol maradunk tőle, hogy ellenmérget szerzünk. Minél gyengébb az áldozat, annál erősebb a morói. Morói szaglás nagyon érzékeny, ami hosszabb ideig elgyengítőt. Spirit box, szellemírás, fagyos hőmérséklet. De kurva meg se szólalt, geci. Azt hittem Benzema, hogy hasznos infót mondasz, bazdmeg. Na látod Benzema? Benzema átjött ide hozzám inkább, mert már rosszul érezte magát a sok kamára. Jobban tette, bazdmeg. Könyvecskét nem hoztam ki, nem... Na. Nézzünk egy nehezebb pályát, hogy mit akartok? Nem jó. Na, Feri, miért bakkolod le? Menjünk vagy... random pályára, mit szóltak? Mehetünk. Várjál, dobd bele. Fényképezőgép. De ez egy műtő báj már. Dobáld nyugodtan. Ah, tiédet kimond, kiütöttem, látod? Oh, az igen! Hát igen. Két méter, szín, izom, Michael Jordan. Be van kapcsolva a gólyt. Bát, ugye, kezd felsen rávazni. Hopp, majdnem. Na most erre... Most izényi kéne. Menj innen. Én is beledobtam. Ledobta az elkérő keci. Azt mondja, full easy, de mozogják közben. Nem jött több puncikák? De. Azt a kulod, de ronda ez a négernek. Vagy hogy hívják, barna lány. Véletlenszerűre mentünk, bazd meg. Azt mondták. Újra készen kell állni. Remélem a 69 szobás lesz, basszus. Ezt nem borci. Nekem ne úgy véletlen kifagyjon akkor a borci. Mi van? Újra készen kell állni. De miért? Nem tudom. Mert nem állsz készen. Az igen, az iskola. Na most így... Ez hány szólás? Nekem akad a játék, srácok. Cumi, ha mert ezt nem rágy ma. Nem tudja betölteni szerintem, pont. Jó, ha már. Ajaj, nagyon laggol. Aha. Amúgy ennek a faszom kamerának semmi értem nincsen. Amúgy de, mert a játék elvileg... Itt tudom én, 60%-et bent töltöd, a többit kin kéne. Amikor már nagyon aktív, akkor kameráról látod, hogy... Két perc múlva hántolhat. Na, az is a... Valaki zseblámpát nem moz? Mi a neve, meg hány... Mikor beszél, várjál? Benjamin Norris... Valaki töltötte az én lámpámat. Benjamin Norris és bármikor bárkinek. Bármikor bárkinek? Bárhol? Bárhol, azt mondja. Az mi? Kapunyítás után két perc. Hát ez a lámpa nem sokat használ. Két percünk van, addig nem hátolja. Na gyertek, tudom tárulni. Hogy van az, hogy kettő item van nálam összesen, és nem tudok felvenni harmadikra. De itt már a kapásból hideg van. Valaki a hőmérőt nézze már meg. Húzom ki. Nincs nálam. Látok. Visszajövök ide. Na, valamik undorító ma itt marad. Hát, ezt én nagyon értem benne, csak az a baj, hogy srácok nem így gondolják. Na, gyerekek, faszom, hogy bejárod, balra kéne elmennetek, gyertek vissza onnan a szobából, balra a folyoson végig. Menjetek. Miért látom azt, hogy a te lámpád erősebb, mint az enyém? Én is úgy látom. Menjetek jobbra. Tovább, nem kell bemenni, tovább. És jobbra jó, lesz lépcső. A faszomban én biztosan maszkálok be. Jobbra fel a lépcső. Aha, föl. És én leszek király papa. Kinn a kocsiból, hogy dumálok, hogy ki mit csinálja. Most azt csinálja. De. Menjél be, papa. Úgy. Igen? Jobbra. Jobbra. Esze. Vigyed. Aztán megint jobbra a folyosón. Alul is elvetök, ha meg elkezd... Harmadik ajtónál meg ott lesz a áramkapcsoló. A borci itt van, és bassza a lyukát. Jobbra vagy balra? Jobbra. Ott van elvileg abban a szobában.
Ott vagy már, megvan már? Meg. Ugye fiam, egyél a húst. Nyugodtan. Jó meleg a hús. Itt van egy tüdő. Az, az. Itt van tüdő. Egy... Milyen tüdő? Ez egy medence csont. Mondjátok neki, ő Benjamin. De ezt fotózzátok le akkor. You know Norris? Nincs fotó, nincs idő. Van ja? Itt a WC-t, ma lehet is elbújni. Már be is bújtam. Jó varázsatot. Ezt fel lehet venni? Ezt elvisszük, nem? Felvettem. Csontot ezt vegyétek föl. Nem, nem kell kihozni, mert ez megvan már. Na, mi a kirepapra? Nem ez bent benni? Szevasz vagy, dehogy nem, jövök befele. Gyertek, 12 emelet, 80 szoba. 20 szellem, jó lesz ez. Bazd meg. Feri meg. Pető egymás kezét fogunk sétálni mindenhol. Hát biztos, hogy nem fogok leválni, azt sem tudom, hogy kell visszajutni. Itt van, figyelem, vagy én nézem. Tudom, hol vagyok. Én itt egy jobbra, hogy menjetek, nem? Nézd meg, ott ül bent a rohadék. Most jobbra menjetek. De amúgy, ahogy látsz minket, nem is ér. Látja, ott van egy ilyen térkép. Wallhack-en van, Wallhack-en. Jú, milyen nagy szoba van ott. Menjünk. Ott kell bemenni a Rifle előtt. Ki az előtt? Lézi, szerova helyzet. Pető, jó fele mész. Pető, hol vagy? Novéla masz nem pereg. Hát menjetek meg két hónapja, csak azt csinálom. Borszívek. Na, megyünk, felmegyünk? Felfele menjetek. Amúgy szerintem nem tudjuk felmenni. De a borszívek, és hogy borszívekkal beszéltük meg, hogy jó lenne, hogy ilyen valamit csinálni aztán. De hát egyébként végigasztoltam. Csű, bazd, milyen helyre jöttem be. Ja. Hát ha most nem jöttek volna föl, akkor ma is az lenne. Az peregne. Bár mondjuk, hogyha ők most már lassan mennek. Akkor lehet, hogy visszamegyek még. De gyertek föl nyugodtan. Nem tudom, mennyien vannak fönt. Mert akkor visszamegyek a legényekhez. Jöttök háttal. Úgy. Feri, menj, induljál el. Indulj. Úgy. Papa, balra menj. Úgy. Mi van, hát ott vannak a fiúk. Fussatok. Igen, menjetek együtt. Nem pereg a PvE? Várj, de egyébként nem PvE szerver, amilyen, az normál PvP. Hát neki amúgy, hogy... Lehet menni felnyomni az áramot. Most lebassza a biztosítékot? Én megyek a kezembe az elnök, aztán majd lesz valami. Ja, én is. Bejöttem be a tornaterembe. Jó, hát én leszakadok töretek, menjünk, majd lesz valami. Jézus Mária. A buzi csapat van. Hallod, ez valami olyan kisi, á? Lemerül az elem a lizénbe, bazzeg. Meg kell rázni néha. Micsodát? Tényleg mi a gecim van vele amúgy? Hát a lámpám olyan gyenge, mint a szar. Szinte nem világít. Szint kell ahhoz, hogy tudj benne. Húzd ki a seggedből. Hát ez szinte tényleg... Elemet se lehetél benne az előző körben? Titok magasz. Milyen eleme? Duracell elemet, hát milyen? Hát csak a Duracell. Itt van a... Bátya egybű megtalált a gond nélkül. Na gyerekek, azt nézzétek már meg, hogy... hogy hívják azt a punci paripát? Benjamin Norris. Benjamin. Where are you? Úra, meg fog én ijedni, te elveszem. Benjamin, fuck you. Egymásnak mondjuk a V-zével, a V-betűvel simán. V-betűvel, mint a... Ja, hogyha rádiózok, az nem jó? Nem, azt csak mi halljuk, állítólag. Nem tudom. V-betű? Hát de ha megnyomod a távolságit, a globált, akkor rádión kattannia kéne. Ja, nekem kattunk. Most megint lekapcsolt a lámpa. Benjamin. Itt annyi szoba van, hogy az elképesztő. Úristen, azt se tudom, hol vagyok. Lehet, hogy ott lesz, ahol a csont volt. Szia, Tomi. Ugye meg vagy inkább fifázatom, bazd meg. Hello. Szoktál fifázni? Me? Dehogy szokott, mennyi már. Még a flopdát se ismeri, hallod. Egy másik falábú, bazd. Már meg is válaszolták, ha jöttem látom, bár nem is mondok semmit.
Azt hittem, hogy megvetted az új FIFA-t. Volva sokkal gyorsabban sétálni. Amúgy meg magyar vagyok, hogy a faszomat tudnék focizni. Hát nem, FIFA játszani gépen, hát az más. Miért szeretnél? Hát nem. Tudom. Csak akkor miért kérdezed? Ám lehet, hogy megvenném, gondolkozom rajta, hogy megvenném ezt az új eszét. 23 megvan. Poénkodni az is jó egyébként, de... Rage game az is. Hát az. Where are you? Na, amúgy tudtok már valamit? Semmit, azt sem tudjuk, hogy hol van. Én azt sem tudom, hogy én hol vagyok. 42 szoba van, ugye? Én csoda, hogy most megtaláltam valakit, aki mögött sétálgatok, azt sem tudom, ki ő. Megtaláltam valakit. De most itt nálam hideg van elvileg. Láttam a leelletemet. Én nem is jó, nézem bazd. Ki van? Nálam is hideg van. Igen? Aha. Bazd meg így, hogy a kis kamerát kell nézni. Az így kéne nekem este bejönni egy ilyen szobába, hallod? Pisztolyt tartanak a tarkomra, akkor sírnek meg. Akkor mondanám, hogy nyugodtan lőjetek itt le a folyosón. De én még itthon is úgy meg mindenhova iszik, hogy a telefonon az itt lámpát bekapcsolom, geci. Nálam ez már ilyen reflex amúgy. Ha nincsen sötét, még néha akkor is bazd meg bekapcsolom. Na jó, ennyire nehezebb beszarja. De nem beszél, ez ilyen reflex, hogy alapból csak tényleg az, hogy fel ne botoljak meg valami puziság. Mondjuk én egyébként nekem úgy alakult ki az egész, hogy a gyerek elkezdett legót kapni. És rám is kettő. Úgy értem, azért nem taposom vagyok a legót, mert fáj. Na, meg úgy, hogy apám kiskoromban megnézette velem a kört, hogy fiam, megmutatom, hogy ez csak maszkírozás, azt... Rettek is lett az életem. Ugye? Nem, a valós apám. Azt mondta, hogy kijött... Eléggé hasonlítanak. Igen. Mondtam, hogy ki jött tényleg VH-s kazettán? Ki hát? A kör. A kör? Volt VH-sbe kör. Nem és úgy meg... te hülyát, azt a VH-s kazettát nézik. A kazettát, amiből kijön, tudod azt. Ah, nem tudom, nem. VH-s, elmentünk a izébe. Nem azt mondják, hanem hogy olyan... Mindegy, fiatal, nem vagyok. Olyan... Olyan vagyok ehhez, adjatok. Azt igen. Akarja mondani, hogy az a szallag volt nálad, ami után megdögölti? Ja, nem. Dehogyis. Hát a kör arról szól, hogy kiveszel VH-s. Tudom, VH-skazit, és akkor utána valaki meg ezt megtalálja, hogy mi a geci, és akkor párat szerelmeskedő megnézik, azt kimászik a tévébe, azt megbasz mindenkit. Így van, na. Most gondold el akkor, hogy én milyen jó volt. Nyolc éves voltam nagyjából, és nagyanyám nyomléknál volt, igen, nagyanyám nyomléknál voltam, és este megnéztem velük a 8. utas a halált, és utána csak az ablakon mertem kipisálni. És azóta úgy szeretem ezeket az Alien játékokat. Ezt mesélted egyszer, úgy demonológiszkezzel emlékszem. Én úgy jártam. Ismeri valaki Zemplénbe Telki bányát? Nem. Oda jártunk fel gyerekkoromban mindig nyaralni. Ilyen hegyekbe. És hát ez még nagyon gyerek voltam én is. Én 10 körül lehettem, és akkor még nem nagyon volt ott a hegyekbe benti WC. Kint pottyantósba kellett menni, bazd meg. Na, és egyszer reggel felkeltünk, hogy szép volt horva az udvaron az összes szemét, meg minden. Azt mondták anyám, hogy farkasok izéleték, orták széje, vagy rókák, gondolom rókák voltak egyébként. Szóval úgy voltunk fosva, hogy inkább reggeli nem mentünk ki ügyőzni, bazdmeg. Hát öreg anyámnál is azért pisáltam ki az ablakon, mert pottyantós volt, tehát hogy a kurva anyja akart kimenni úgy, hogy közben az Alient megnézte 8 évesen. Én úgy voltam fosva, hogy jönnek a farkas kutyák, megesznek, bazdmeg, nem mertek kimenni. Hát én meg pont úgy laktam, hogy az iskola ott volt ám bár az utcának a végén, de az utcában, ahogy végigmentén, nem volt világítás. Balra volt egy elhagyatott három emeletes, olyan, mint hogy ez az épület lenne egy ilyen kenyérgyár, aminek ilyen vasablakai voltak és be lehetett látni azért a romos dolgokat odaben. Jobbra pedig egy játszótér. Azt azon flashelgettem mindig, hogy bazzeg, mikor fog ott valami hintázni magától, jobbra néztem, balra néztem, ott volt azok a szarok, mindig néztem, hogy mikor néz ki az ablakon valami köcsök, horror, lény, vagy ilyesmi. Nem tudtam már, hogy jönni. Ezt olyanok voltak, hogy csak az utca végéig kellett elmennem. Én elsős koromtól hatodikos koromig gitároztam. Azt biciklivel mentem az utca végére. Télen 6 órakor volt a gitárom. Azt úgy tekertem, sírva, hogy elestem azt, hogy gitár összetört, geci. Igen, nem aztán. Úgy be voltam fosva. Úgy be voltam fosva, ja.
És olyan volt, hogy, hogy sétáltam az utcába, és az, az tényleg nagyon para volt, esküszöm, hogy sétáltam az utcába. Volt egy 93 éves öreg néni, bassz meg, aki tényleg úgy nézett ki, mint már valami élő halott, bassz meg. És levett szája, mi? És sétáltam a ház előtt, néztem be az ablakán, ezt azon gondolkoztam, hogy bassz, mindig ilyen helyeken néztem, hogy azért mikor néz ki valami horror lény. Az öreg azt mondja, rá volt tapadva az ablakra, de úgy, hogy hozzá volt nyomódva az arca, azt nézett kifelé, keci. Lehet, hogy... Én meg pont ahogy ott keresgéltem, ugye az szemem így észrevett, hogy ott egy arc. Olyan sokban voltam, utána utáltam az öreg azt, hogy... Szerintem azért volt neki idővel, hogy a fater meg szúrt a hátulról, tudom, neki tolt az ablakot. Nézték közben a kört, vagy hát, mit te neki csomtad? Na, az tényleg így volt, mondta, hogy mi a faszomat fész, mert csak egy idő film. Nézd már meg, aha, jó van. Megnéztem, azt ott sírt az izébe. Ment a autóba, kis szerintem... lányom, sírt, mászott a közéből, kukábú, geci, vagy izéből, kútbó, bazd meg. Nem lassan menjünk inkább az, ebbe. Én nem azt sem tudom, hol vagyok, én csak itt sétálgatok valóra sötétbe. Amúgy ingén mondtátok volna, hogy sok sztorit már biztos meghatottak volna. Egyszer nem pittyent meg ez a geci elmefón, úgy bárhol járok. Na hát ez van. Na, fuck you, fuck you, fuck you. Ja, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, bitch. You are a bitch. Motherfucker. You are a bitch, you are not alive. I will find your corpse and come on it, bitch. Rájön ezek a hulládatok, kurva, hol vagy most? Ez nem esett volna még lefelé járpés streamer egyébként. Igen, igen. A kamera nélkül lófasz nem látsz, bassz. Hát... És valószínűleg majd most mi harcunkra fognak majd ráhokkizni. Rá fognak biztos. Mi ez a fajz? Gyere, menjünk inkább tarkózni. Ú, gyerekek, én nem akarom mondani, van egy harmadik emelet is. Tényleg? Nincsen. Hát ez bazd meg, másodikon voltam. Nem lehetett választani. Itt van egy lámpa, ki az? Én vagyok. Na apa, meg vagy apa. Kapcsoljuk fel a világítás, fia. Fú, azért így kéne játszani. Így, hogy a kamerában, amit látok, elég ugyadék lenne. Hol van? Harmadik ajtó. Mit kell hallom, Peti? Most már oldam papát. Na. Jelen téged. Itt most egyes. Amúgy elég szarul látok, 47 meg 41 vagytok. Ide berakom hát, hogyha látjuk, hogy mikor lekapcsolja a lámpát, a rohadás. A rohadás megeszi a fejét, hol vagy? Volt bárkinek, nem tudom, bármi. Menjünk a faszomba, bazen. Emlékszem, hogy a Demonology-ban mindig a kórházban, mindig a szaladt ez a geci a folyosón, meg ilyenek. Plafonon a kislány, meg ilyenek. A Demonology-ban lehet-e szurkálni befele a voodoo babát, nem? Ott lehetett, ja. Ja. Menjünk azzal még egy kört. Egyszer beleszúrtad az összes. Hát, nem menem meg. Egyszer igen, nem én haltam meg. Benjamin! Come here, Benjamin. Come here, Benjamin. Én nem mondjam mondani kettőt, geci. Benjo, Benjamin, gyere. Gyere ide, show yourself. Show yourself. Szop ki. Szop ki Bobit. Szop ki a lukam. Szop ki, Benjo, hol vagy? De ez valami ratyi démon basszus. Hát. És Benjo. Itt vagyunk már benne 10 perc, hát is semmi. Benjo lusz. Benji? Igen, valóságban ilyen helyre kéne mennem, bazdmeg. Gyere ide! Hát én be sem mennék menni. Hát én egy kádba szentelt vizet kérnék, hogy fúra terítsék meg, abba elaludnék. Zsolti, itt vagy még? Pető, szerintem összefosta magát. Szentelt vízből meginnék meg egy 2 litert. Amúgy top is, bazdmeg. Azt begyűnnék úgy, hogy egy füzér van a nyakamban, ami csak keresztekből áll. 2 biblia van a kezembe. Jó, hát Benjamin, jó. Benjamin! Hülye, kijöttem hátsó udvarba, az mi? Pető az itt kint maszturbál.
ment amúgy a izénk. A Borcihoz hogy lett? Borcihoz 91%-on van. Az itt rohadt kint fogadjuk a kocsiba végig. Kurva kemény vagyok, bazen, végig ott. Szerintem kurvára itt ülték kint, bazen, végig a kocsiba. Micsoda, nézd, most jövök ide. Na, mehetünk? Mit jelöljünk? Tudom én. Bizonyíték. Jelöljük ki mindet, és semmi nem volt, bazd meg. Mi marad benne? Egyik sem marad benne. Na, akkor nyomjatok valamit. Mehet. Phantomra rányomtam, bazd meg. Most van 8-as. Hallod, most megy 8-asba, nézd meg, hogy kijöttünk. Hát ugyan, hogy a geci elmentek ezek a gyökerek. Mi ez a miling? Kisfiam, mozd a milingot! ez fantasztikus játék. Egy nagy a sikerélmény, nem? Ez kurvonalmas. Ez hát, az, geci. Én azt hittem, én jobbra emlékeztem. Látod, leszavazzák. Szerintem az update kurva szar lett. Szerintem is. Eddig rendesen élveztük, nem? Demót nem akarjuk inkább? Demologist-et? Demologist-tal keverem. Hát figyelj, nyomhatom meg egy levezető demót. Én nem megdemózni, meg két Tarkov kört, vagy ha jön Wise, akkor PUBG kört. Még PUBG-zni. Nem úgy jó PUBG. PUBG. Jó az a PUBG még? Persze. Már amikor kijött, akkor se volt jó. Nem játszottam már, vagy mit 5 éve. Nem sokat vesztettével, csak mondom. Annyi, hogy ingyenes lett. Let's go, party animals. Azt kéne nyomni amúgy a szágot, kirepakat. Nekem az meg, most vettem meg. Nekem nincs meg, jövő héten nyomjuk. Nyomjuk, most vettem meg. Kurva jó amúgy, hallod? Nagyon jó. Szét szoktam erre baszni az embereket, nagyon jó. Vajsz, te most ott állsz benne, nézd. Te vagy. Na hát csoda bazik, party animals, rendes izé. Nagyon jó. Valaki tényleg úgy rászkodik ott bent. Gondolkoztam is, hogy felvetem, hogy valaki esetleg nem akar majd jönni. De az jó játék amúgy. Pont arra jó, hogy így elhülyéskedünk többen. Ez egy hármat cson nélkül, bazzom. Mindjárt fölmegyek Tarkovra hármas szint azt. Szétbaszok mindenki. Hármas szintig jutottál? Hát de te, ma tudom, leszettem, mi? Na faszt, ma játszottam vele elsőnek a Vibe óta. Tényleg? Amióta játszottunk, ja. Ma felmentem, az pisztolyra leszettem két PMC-t, utána meg még kettőt, azt négy embernek a lutját kiosztam. 40-eseket szétlőttem. Jó menő. Tényleg. Tényleg belefotóztad. Hát, mi a fasz csinálsz? Tényleg levágtam tényleg mindenkit, mint a szart. Csak hát, jó, ugye nem volt tudok semmit. Volt róla a stream? Stream nem, de van kép hát arra, hogy megöltem őket. Van nem. Kép arra, hogy megöltem őket. Persze, Google-ből bazen lesz. A fasz. Google-ből. Ott van Tarkson Hedgehog-ba mindenhogy. Screen-jeit, mi? Ennyi. Nagy komoly. Azt mondja, Peti, küldjél már nekem valamit, légy szíves. Volt ilyen, ami volt. Na, mi legyen? Megy mindenki? Vagy mit akar? Én megyek szívesen demót, hogyha valaki még jön. Én megyek akkor. Jó. Kettő, még a bámba. Jó, teljesen. Romantikusan tudom, menjetek PUBG-zni, jön a kör, fussatok. Faszom PUBG-zni, bazd meg. Vajzi, jössz PUBG-zni? Faszom PUBG-zni, jössz PUBG-zni? Így sem semmi, próbálunk horrort játszani, de hát annyira gagyivul lehet, nem tudom, mit csináltak ez a játékban. De amúgy nagyon elrontották, nem? Valamit szerintem elbasszok, mert régen tényleg így borzogtam ebbe a játékba most. Ilyen vicc. Én meg Feri játszunk, hogy bentem a program. Amúgy tényleg most mi van, mert én mind dobálgatom ezt a izét. Ez rendesen az meg unalmas volt a játék. Amúgy most nem azért, de tényleg. Régen emlékszem tényleg papával a fejétem, rettegtem. Apa! Emlékszem, az egy kurva jó volt. De tényleg az volt, és ez genuine, az alapvetően így volt. Nem az volt, hogy rájátszottam. Most meg csak futkosok, jó van, elbújok az ekrénybe. Szerintem az nem működik jól, Feri, látod. Micsoda? Ja, Jenga, mi a fasz lett ezzel? Én az előbb megborítottam, faszán működött. Mi lett ezzel? Az igen. Minden faszainál csak úgyos játékkal játszottunk. Ja, nem tudom, mi történt ezzel a játékkal.
De én is úgy emlékszem régen, hogy ez egy rohadt jó játék volt. Most jó volt. Nem, hogy izgalmas volt, de most konkrétan unalmas volt az egész. Meguntuk. Én eluntam az életemet. Hát eddig ahhoz volt kedvem, hogy bebasszak, el is kezdtem menni. Most már ahhoz van kedvem, hogy menjek aludni, bazzom. Én nem tudom ezzel, hogy tudnak az emberek játszani. Biztos, hogy mit csináljuk rosszul, de nem volt benne félelmérzés. De jó, mert de mikor, nem volt. Mikor hántolt, akkor már meghaltál. Nem volt az, hogy jön az a geci, ez 2 másodpercek később már tépte le az arcodat, érted? Nem az volt, hogy egy elhúzódó 10 másodperces effekt, azt akkor tényleg összeszarod magadat, nem? Hatához kész. Szerintem nem tudom. Valamit... Mi játszottuk nagyon szól, vagy nagyon szarra te járni? Nem volt valami hangulat megcsinálva benne, vagy nem tudom, valamit töröltek belőle. Béna vagyok, Griffin, ez is benne van. Ez is benne vagyok. Vagy a 6DS-etünk is, ha valakinek megvan a Fallujah-ja. Azt meg akartam már menni, annyit szóba az már. Az kurva HC, nem? Ja, elég nehéz. Jöfi, emlékszel a múltkor mondtad, hogy nincs semmi pénz?